üdvözlök mindenkit, 2020. július 1-je van. Akik elolvasták a címet, már kikövetkeztették, hogy már egy különleges nap lesz. A szokásos természeti látnivalókon és a sporton kívül most hangsúlyosabban lesznek jelen az épített látnivalók is, de még mielőtt valaki végképp megijed, de nem városnézésről lesz szó. Egy intenzív túra következik most, ez intenzív vadontúra, szerintem érdemes lesz velük tartani. Reggel 3:45 van. Mit szólsz ez, Pisti? Tiszta hülye, aki nem normális. Egyetértek. Nyilván ennek oka van. Az ténykérdés, hogy engem Dózsa György biztos nem venne be a csapatába. A parasztkasztingon még átmennék, de a felkelésteszt, na ott biztos bebuknék. Jelen pillanatban transferban vagyunk. Tudod, Pisti, hogy manapság már transfer van, tehát már nincs olyan, hogy utazunk, az már kiment a divatból, most már transferülünk. Pisti az előbb éjjezte, hogy gondolom, hogy transfer vagyunk, úgyhogy azt hitte, hogy Miskolcon vagyunk. A transfer iránya terébe éjszak, kb. 100 kilométert fogunk menni autóval. Akik egy kicsit otthon vannak a földrajzban, azok már összerakadták, hogy ha Miskolcról indultunk és terébe éjszak felé megyünk 100 kilométert, akkor bizony külföldön lesz a úti cél. Marcikán vagyunk, itt van nekünk az impozáns vegyüzem, és itt mellett a kerékpárodat egyébként egész szépen megcsinálták, majdnem 5 kilométer hosszan. Miközben István Pisti hajnali 4:45-kor már többi a fejét, közlöm, hogy már ragályon vagyunk, ami a vírushelyzet kellős közepén nem a legjobb ómen. Az akteleki cseppkőbarlangnál vagyunk. Hát nagy élet nincsen, pedig ez már a főszezon. Érkezünk a határra, úgy tűnik, hogy nincs mozgás. De most a vírushelyzet miatt ez le volt zárva, néhány hete nyitották meg. Ilyen köztes állapot van, nem lehet tudni pontosan, hogy most vihar előtti csend, vihar utáni csend van. Ebben a pillanatban még nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. Maradjunk annyiba, hogy most átcsusszantunk. Nagy, ahogy István Pisti az előtt megjegyezte, úgy becsusszantunk Szlovákiába, mint vírus a nyálkahártyán át. Kimondottan jól néz ki a szlovák oldal a akteleki barlangbejáratnak, az más kérdés, hogy nem nagyon használják. Igen, csak jó időnk lesz, legalábbis most még úgy néz ki. Ott egész hátul jobbra, itt végig a völgyön, ott az a csipkézett csúcs, attól félek, hogy ebben a látószögben nem látni, a Tátra körvonalazódik.
Hát sajnos zoomolni kéne, az meg ugye nem megy. Már a chatnek hölgyön vagyunk. Itt mellettünk ez a hosszú gerinc, a Plešivská planina. És most már pár perc múlva érkezés a célhoz. Megérkeztünk a kiindulási pontra. Mint említettem, a helyszín Csetnek, mai nevén Stitnyik. Mutatom a főteret. A valamikor szabdabort látott kisváros ma 1500 fős és visszadegradált faluvá. Az egyetlen aránylag jól kinéző épület a városháza, klasszicista stílusban épült 1800-ban. István Pisti lesz a teherhordó, és hát vannak cuccok rendesen, szükség lesz rá. Lámpa, nagyon fontos. Indulás előtt még elkoslatok vízér. Ugye Szlovákiában az nagy kincs, és itt pedig van víz, elviekben. Tessék figyelni az évszámot, 1864, ez egy műemlék, ez a Csetneki vaskút, és ez még eredeti, ez a medence. Az jól látszik, hogy már probléma van. Nem működik, és sehol nem látok csapot. Annak idején én ebbe még fülöttem, hát ezelőtt egy jó 20 évvel, a helyek nagy megrőkönyödésére. Hát úgy néz ki, hogy koppanás van, majd kitalálok valamit, viszont ha már itt vagyok, akkor megmutatom a evangélikus templomot, 14. század, tehát nem mai darab. És külön érdekessége, hogy itt található Szlovákia legrégebbi orgonája, 1492. Megmosolyogtató az évszám, mert ugye tudjuk, hogy Szlovákia még nincsen 30 éves, de hát ezen most túllépünk. Innentől gond van, mert nem tudom, hogy honnan kellene vizet kunyerálni. Kocsma van dögivel, csak ilyenkor reggel 6-kor nincs itt egy sem. Tehát akkor jelen pillanatban 6:30 van, a Britont izzítjuk. Ez lesz a deputante, a fő próbája. Első körben nekem mindenképpen valahol vizet kell szereznem, majd kunyerálok valahol. Maga a klasszicista főtér egyébként impozáns, és itt mellettünk itt van a rózsaszín templom, ez a gótikus, a katolikus, 12. század, és a szlovák világörökség része, mert hogy létezik ilyen is. Egy pillanatra mégiscsak visszafordultam, mert van itt egy különlegesség. Ez eredetileg pestis oszlop volt, később átépítették vallási szimbólummal, ugyanis itt a faluban 4-szer pusztított a pestis. Köztudatban úgy él, hogy pestis járványok csak Nyugat-Európában, illetve valahol a keleten voltak, de nem, Magyarországon is, és nem csak vidéken, hanem a fővárosban is. És azt is kevesen tudják, hogy nem csak Buda fertőzött ám meg, hanem Pest is. Az etnikai határon vagyunk. Jelen pillanatban a hely már szín-szlovák, ami konkrétan annyit jelent, hogy egyetlen egy darab magyar van. Ezt onnan tudjuk, hogy pár évvel ezelőtt itt, ahol parkoltunk, oda jött hozzánk, és be is invitálta. Az van egy repülőgép modellező a fickó, mondta, hogy ő is csak benősült ide. Elég elkeserítő az adat, főleg annak fényében, hogy a századfordulón még magyar többség volt. Azt azért tudni kell, hogy a települést azt nem magyarok, de nem is a szlovákok alapították, hanem a 13. században német, sváv bányászokat telepítettek be, és itt vasbányák vannak a közelben, és akkor egy érdekes informatív tábla, nem kommentálom, de ez már mutatja, hogy mi is lesz a mai célunk, és akkor még egy dolgot mutatok, említettem az etnikai határt, azt is meg tudom mutatni, hogy hol volt a kis magyar határ, itt, ahol a nap van, e fölött, a hegy fölött, ez már a szlovák oldalra esett, és ott a völgyön, ott jött át a határ, most jelen pillanatban ott egy hágóút megy, és ugye arra visszafelé tovább nézzük, az már a Pelsőci planina, ugye ezt említettem idefelé, tulajdonképpen nem csak határ, hanem egyben földrajzi választó is.
És ugye a kis magyar határól beszélünk, 1938, ez főszereplő lesz majd a mai túránk folyamán. Főszereplő, ez így talán nem is jó szó, mondjuk inkább úgy, hogy az oka a mai túránknak, de még talán ez se jó, inkább az ebből kiinduló következmény az, ami izgalmassá, érdekessé teszi majd a mai túránkat. Környék különben magyar történelmi szempontból is érdekes, ugyanis IV. Béla annak idején a bebekeknek adta a területet azért, hogy építsenek ide várat. Jól látszott, hogy a vár nem igazán van, de elviekben egy vízivárat aztán építettek. Ez csak azért különösen érdekes, mert vizek nem nagyon vannak, leszámítva a kis patakocskát ott bent, amiben azért úgy nem nagyon csordogál víz. És jobb aztán a terület Rákóczi birtok lett, Rákócziak üzemeltették a bányákat tovább. Bár az autót letettük, de az irányunk továbbra is észak, most már erősen kerékpárral, és egy villa alakú völgyön megyünk föl, aminek majd értelemszerűen két ága lesz, az egyik arra-balra befelé, ez lesz a mi irányunk, a másik pedig jobbra ívesen. Sajnos most még belátás nincs, forgalom viszont van, úgyhogy ha letérünk a mellékútra, akkor majd még pár szót az előzményekről, meg egyáltalán, hogy mi lesz ma. De először gyönyörködjünk egy kicsit a reggeli fényekben. Említettem, hogy július 1-e van. Hát bizony mondhatnánk, hogy tombol a nyár, de valójában nem igazán. Monszun időjárás van, minden nap esik. Majdnem egy hónapot vártunk arra, hogy meg tudjuk csinálni a túrát, ugyanis ahhoz, hogy a mai nap, hogy mondjam, egy egész legyen, ahhoz reggeltől estig jó időnek kell lenni, és nem csak, hogy reggeltől estig, hanem gyakorlatilag 16 órán keresztül. Na itt van, amiről beszéltem, szétágazás. Tehát abban az irányban, ha tovább mennénk, akkor itt van egy hágó keresztbe, át lehet menni a Sajó völgyébe, és a továbbiakban pedig a Radzsimhoz lehet bejutni. A Radzsim egyébként ott van, egy picit talán lehetett látni magát a hegyet. Egy picit fentebb jöttünk, kicsit most távolabbra lehet nézni. Ugye ott az a két púpos, az a csúcsos, az lenne a Radzsim. Ez a Revúca Highlandnek a észak-keleti letörésének a legmagasabb pontja, 990 méter magas. Zsák utca, tehát igazándiból nem vezet sehova. Persze azért bringával sokfelé lehet a környéken menni. Jó pár mountain bike ösvény. 2015-ben ott átmásztunk, átjutottunk a Sajó forrásához, ugyanis itt ered a Sajó. Ha már ekkora nyugi van, akkor első körben gyorsan tegyük már rendbe azt, hogy kik vannak jelen a túrán. Első számú résztvevője István Pisti, aki egyenes ági rokona Erős Pistának, és ezt a tulajdonságát már számos esetben bizonyította, leginkább az Alpokban. Természetesen István Pisti lesz a mai túra fáklya hordozója is, hát pedig ez nagyon fontos, ugyanis ha valami igazán szükség lesz a mai napon, az a világítás. A túra másik résztvevője pedig Kobrankó, a szárazföldek leviatánja, aki úgy tör előre, mint a magyar válogatott hátra. Kérdeztem az előbb, hogy tudja, hogy mi az a leviatán. Először hülyén nézett, majd közölte, hogy a levegő, a levegő. Víziszörny! Víziszörny, tehát ettől izgalmas, hogy miért vagyok én a szárazföld leviatánja. Ez egy ilyen mesebeli szörny különben. Egyébként létezik leviatán. Ezek a mélytengeri szörnyek, ezek az óriás polipok, úgymond, amikről a fantasy filmek is szólnak. Ebben a kategóriában, műfajban van egy nagyon jó film. 89-ben készült Peter Weller főszereplésében szívű horror, Leviathan címe, akit érdekel, tekintse meg. A csomagok ellenére a mai nap egy egynapos túra. Hogy miért kellett ennyi mindent hozni, meg egyáltalán mik a felszerelések, arra is nem sokára lesz magyarázat. Ez egyik oldalról megmagyarázza a nagyon korai időpontot, a másik oldalon pedig magát az időpontválasztást is behatárolta, ugyanis nagyon nem volt mindegy, hogy mikor jövünk. Azért volt fontos, mert ha filmet forgatunk, akkor azért sötétben nem lehet. Tehát, ha esetleg kifutunk az időből, amire azért elég komoly esély van, ezért szempont volt az is, hogy minél később sötétedjen, és ez pedig
A legproblémamentesebben úgy lehet megoldani, hogyha a nyári napforduló környékére tervezzük a túrát. Most a nyári napforduló már megvolt, de szerencsére nem régen, körülbelül másfél hete. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy még időben vagyunk. Az esti sötétedés körülbelül olyan fél tíz környékére várható, talán addigra betoljuk az egészet. Itt a vasút, újra. Nagyon kerülgetem a forrókását, de azért akik elolvasták a címet, szerintem már egy-két dologra következtethettek. Óra szerint a hőmérséklet 16 fok, na azért ez ennyire nem jó, szerintem már egy picit megsütötte a nap, de elviekben a mai nap folyamán akár még 30 is lehet. Pisti az előbb megszólalt, hogy neki már melege van, hát akkor elmondom, hogy bár itt az órán nem nagyon látszik, de emelkedünk. Miközben egyre intenzívebben látszik a háttérben a Rajim gerince, amiből, mint mondtam, kettő is van, tehát Velki és Mála. Elmondom, hogy maga a túra sportszempontból sem lesz ám gyenge. 120-130 közé várható a végeredmény, és akár a 2000 méteres szint fölé is bekóstolhatunk. Tehát magyarul kezd összeszűkülni a völgy, és az út nem sokára elfogy. Itt még körülbelül két darab kis mini bányásztelepülés várható fölfelé, aztán vége. Valamilyen tereptárgy mindig bent van, de most, ha kitűnik a villőszt, akkor mutatom, hogy azt tessék ott figyelni. Az a homolka gerinc, 744 méter magas, és a túránk szempontjából azért fontos, mert azon fogunk átmászni, mégpedig kétszer. Egyszer oda, egyszer vissza. Ebből a visszafelé út az klasszikus hágómászás lesz 250 méterről 700-ra. Az odafelé út, tehát most mindjárt, az pedig úgy lesz, hogy úgy megyünk át a 700 méteres hegyen, hogy egyáltalán nem lesz mászás, sőt, mi több, végig gurulni fogunk. Most biztos sokan mondják, hogy jó, de hát előtte felmásztok, mi? Na, itt jön a trükk, hogy nem lesz egy mászás. Tehát röviden összefoglalva, átmegyünk a hegyen, de úgy, hogy nem megyünk fel a tetejére. És amit az előbb frapása meg is jegyezte, hogy másképpen nem lehetséges, csak hegyféregjukon megyünk át. Nem is tudja, hogy milyen jó hasonlatot mondott. Itt az állat, itt 8%-on tekerünk fölfelé. Itt szentségelek, hogy ilyen emelkedőről nem volt szó, erre is már Pistában a pillanatban megszól, hogy dehogy nem. Az előbb mondtad, hogy csak gurulni fogunk. Kobra, akkor mindig igazat mond. Ha belegebed, akkor is. Egyre jobban alpesiesedik a táj. Bár a szlovák érthetség legmagasabb csúcsai pont előttünk vannak, tehát például a Stoica 1480-nal. Annak ellenére szerintem kamerán keresztül nem tűnik annyira komolynak. Pillanatban bejöttünk Szlavosovcébe, Nagy Szabolcs, illetve, bocsánat, Nagy Szabos, vagy van másik neve is, gúny neve, Szederjes. A 17. században hívták így az itt élő magyarok, mert egyébként akkoriban még voltak itt magyarok, most már egyáltalán nincsenek, sőt, mondjuk jobban, szlovákok se nagyon, a lakosság nagy része ugyanis rutén. Akkor következik az első kvízkérdés. Mi ez itt mögöttem? Mondok három lehetséges változatot. Klingon rakéta kilövő állás, szingaléz termékenységi obeliszt, vagy pedig Leviatán a víziszörny. Hasonló szerkezetekkel egyébként még majd fogunk találkozni itt felfelé a völgyön. De ha már utunkba került egy ismertető tábla, akkor vessünk rá egy pillantást. Slavosovce, van itt pár korabeli kép, és ami nekünk érdekes, azok ezek. De egyelőre többet még mindig nem árulok el. Ez is bányászfalu volt, mégpedig szintén vasbánya. Azért jöttem le ide, mert őrült vagyok a tükörasfalt helyett, hanem próbálok lesni befelé valamelyik portán embert kéne találni. Továbbra sincs vizem. De nem tudom, mennyire gyanakúak most az emberek az idegenekkel kapcsolatban. Ne felejtsük el, hogy vírus helyzet van még mindig. Újra keresztezzük a vasútvonalat. Ez a Csetnek-völgyi vasút, és egyébként itt már nem sokára vége is van. Viszont mi szintén egy vasúti nyomvonalon folytatjuk tovább a túránkat.
annak ellenére, hogy sín nincs a közelben. Utolsó hosszú elnyúló pillantás még délfelé a Csetnek völgy felé, és akkor innentől mi megyünk neki a hegynek. Az árnyékon látni, hogy megint összeállt a klasszikus páros. Pisti, mióta is tekerünk mi együtt? Lassan 10 éve. És gyorsan? Gyorsan 10 éve. A Rejdarszki patak völgyén megyünk fel. A patak különben 8 km hosszú, és a Homolka felső régiójában ered. Ezen az útszakaszon körülbelül 2 km-t fogunk menni, és utána jön majd a meglepetés. Szóval, hogy vizet nem tudtam szerezni, abból a továbbiakban még komoly problémák lesznek. Már egy dologban még reménykedek, Pisti már itt rölök, hogy mi következik, hogy itt majd az UFO leszálló helyen, hát ha lesz valami forrás, tessék figyelni. Nos, kérem szépen, ez nem más, mint a nagyszabosi rekreációs park, és hát, hogy mondjam csak, így elsőre a színek azok, amik olyan ütősek, nem Pisti? Igen. Elárulok, de szerintem akik úgy szokták követni a publikációimat, azok tudják, hogy már többször voltunk erre, és volt egy fotósorozat is, körülbelül 3 éve. Feltettem néhány fényképet, többek között például erről itt. És mit gondolsz, milyen komment jött Pisti? Hogy mi ez? Na elmondom neked, ez egy merev villa. Egy bringás merev villa. Ha. Találó. És egyébként kamera is van rajta, nem is egy, hanem rögtön kettő. De a terv az, hogy reggelizés következik. Ugyanis nem ennyi volt a park, hanem itt végig folytatódik a völgyön, hülyébbnél hülyébb szerkezetekkel. Hát ez is, én nem tudom mi, Pisti, ötlet. Azt mondja, Pisti már LSD-t szívhattak előtte. Hát azt azért tudni kell, hogy környékbeli művészek hozták létre, lehet, hogy már mondtam az előbb, 2009-ben, hogy mi az oka, hogy ide ezt tették. Ez tulajdonképpen egyben a túránknak is a magyarázata. Még mindig nem beszélek róla, ezt megítjük valahol a reggelit. Azért figyelj mindenki, hogy hogy tudom húzni, mint a rétes tésztát. Kis vonat akar itt lenni, nem? Nézd csak! Aha. Téglából. Téglából, ja. Mert van itt játszótér, hinta, szalonna sütőhely, itt van egy ilyen imitált félikész ház. Sajnos úgy tűnik, hogy forrás nincs. Miközben István Pisti elfoglalta Dózsa György trónszékét. Ne jegyen meg senki, mert felgyújtani nem fogjuk, legalábbis addig, amíg benne ül. Mondom, hogy a filmnek a címe valószínűleg az lesz, hogy Halva született projekt. Projektet egyelőre nem tudom megmutatni, viszont az első részét igen, az pedig nem más, mint a halva. Ez lesz a reggeli. Tudod, Pisti, hogy ez tejjel jó. Meséltem a múltkor, hogy ittam tejre sört. Volt menekülés. Keményen. Közben elmeséltem egy családi összejövetel, az unoka úgy megszólalt, hogy akkor te tisztítókúrán voltál, igaz? Hát én mondtam neki, hogy nem tudom, lehet, de én eddig fosásnak hívtam. Ez muszáj volt, mert a reggelihez elengedhetetlen. Úgyhogy ott kiszúrtam valamit, ott tessék figyelni. Megyünk hintázni. Pisti még nem tudja, de neki is kell. A halva annyira kemény, ezt tavaly hoztam, amikor októberben, amikor Erdélyben voltam. Hát majd beletörik a fogam. Azt tudtad, hogy a vasorúbába az eredetileg nem is vasorúbába volt, hanem a vasfogú? Ezt a szláv mondavilágból, mesevilágból vették át a magyarok. Az igazság, hogy szükség is volt ám a vasfogú bábának a fogra, mert azt tudod, Pisti, hogy az gyereket evett, emlékszel? A gyerek húshoz kellett, tud, a marcangoláshoz szükség volt rá. Azt tudod, Pisti, hogy a vasfogú bábának a foglalkozása az ugye bába volt, tehát szülész. Igen. Tehát az alapanyag, az mindig kéznél volt. Most innentől teljesen értem, mert a Jancsi és Juliska nem, hogy akkor miért vadászott kölykökre, nem? Hát ott volt a munkahelyen. Hát mert az már a... Morbid dolgokról poénkodunk itt különben, de... Hát azért a magyar mesevilág az erről szól. Hát gondolj be a Piroska és a Farkas, hát ez is egy komplet horror történet. Jó. Pisti tovább akarja ezt az egyébként elég gyötrelmes szállat. Vidi, tessék, halljuk. Van ez a másik szörnyűség, ez a Bluetooth, ez a modern mese. Aha, a kék fog? Ja. De hogy az is valami dánokkal függ össze, nem? Igen, valami dán királyról szólt, aki örökké valamilyen kék gyümölcsöt evett, és attól kék volt a foga állítólag. Hát, majd a Wikipédián meg kell nézni utólag. Gratulálok.
Jól elbeszélgettünk így reggeli közben, de most már ide jönne menni. És már Pisti közölte, hogy ennyit ad. És azt is csak dupla áron. Na de hát mondjuk az is igaz, hogy csak ennyi, ennyi az összes italunk. Ez katasztrófa. Akkor a hosszúra nyúlt előjáték után átgurulunk a bevetési helyszínre. Innen kezdődik igazándiból majd a túra lényegi része. Említettem az előbb, hogy halva született projekt. Nos kérem szépen, egy olyan objektumrendszernek a megtekintése következik, ami már akkor halott volt, amikor még meg sem született. Vagy inkább talán úgy találóbb, hogy úgy merült álomba közel 80 éve, hogy soha nem is élt. Nos, akkor először rajzóra következik. A rajzvizsga helyszínére szerintem a legjobb maga a kisvonat. Nos, itt van Tiszolc, itt van Csetnek, innen jött a Tiszolc-Brezdói vasútvonal, ez pedig a rozsnyói szárvonal volt. Itt van középen a Homolka-Gerinc, és mivel itt keresztben nem vitték át a vasutat, hanem azt csinálták, hogy itt szépen ebbe az irányba megkerülték, lejöttek ide Felsőcre, utána itt a másik oldalon, a Csetneki völgyön pedig felvitték. Tehát Burányvölgy, Csetneki völgy, és itt pedig volt Felsőcnél egy átkötés. Na most 1938. november 2-án Magyarország az első védjön döntés értelmében a Szlovákia egy részének az alsó déli részét visszakapta. A határ akkor így módosult. Így. Körülbelül így. Tehát magyarul ez a terület átkerült Magyarországhoz. Most mi ezzel a probléma? Az, hogy a Szlovákiából érkező és Szlovákiába tovább menő vonatoknak át kellett jönni Magyarországra. Az, hogy végül is ez miért nem felelt meg nekik arról majd egy picit később, ugyanis azt találták ki, hogy ők egy vasútvonat építenek körülbelül ebből a pontból, ebbe a pontba, tehát még szlovák területen csinálnak egy ilyen átkötést. Egyébként már akkor létezett aszfaltos út is, az itt van. Ezen kívül itt felül is szintén volt egy aszfaltos út, a két csúcs pedig itt, illetve itt található. Tehát akkor ugye megvan, hogy hol fogunk átmenni, de előtte egy nagyon fontos kérdés, amire mindenképpen választ várnék. Kit ábrázol az ábra? Mondok három lehetséges változatot. Rutén uborkás üveg, Darth Vader mosolyog, vagy István Pisti leányanya korában. István Pisti gondolkozik a megfejtésen. Halljuk! Szerintem ez még teljesen valószínű, én nem tudnék dönteni. Indulás előtt még muszáj megmutatnom a vonatot, téglából készült gőzös, ugye ez jól látszik, és itt még egy pillanatra ide le is ülök, mert itt ez a masinisztának a széke, és akkor itt lehet beadagolni. Már megy is befelé a tunnelba. A két vagon pedig, ez a másodosztály, a fapados, és akkor tessék figyelni. Eszméletlen, milyen kényelmes. Kérem szépen, az első osztály. Pisti azt mondja, most már tényleg menjünk, mert így aztán tényleg nem fogjuk ledarálni ezt a 130 kimcsit. Tehát akkor következik az első objektum. Az objektumnak az első része, inkább úgy mondanám, a tunnel. Az első tunnel, ugyanis három darab lesz, és akkor itt látszik a lejárat. Pillanatra megállok. Az jól látszik, hogy nem akárhova megyünk le. A helyet úgy hívják, hogy a pokol kapuja. Nem csak úgy hívják, hanem úgy is néz ki. Első napi rendi pont, tehát a legnagyobb tunnel bevétele. Ezt vállon kell ám vinni. Felvetődik a kérdés, hogy mi az istenért van ennyire mélyen ez az alagút, mikor hát ahol fent áll a kis makett vonatocska, az lenne a szín. Nos, azért, ugyanis 1945-ben a partizánok a szlovák felkelés alkalmával berobbantották ezt a keleti oldalt, az egész föld alá került, és évtizedekig gyakorlatilag ezt nem lehetett megközelíteni. Akkor vettünk egy érzékeny búcsút a lejárattól, és akkor egy kicsikét beljebb toljuk, ugyanis először is le kell üzemelni a pilácsokat, ahhoz, hogy a kamerát normálisan működjenek is, már Pisti már fölpakolta magát, mint a karácsonyfa. Nézzük, hogy én mit tudok produkálni.
ez az, most teljes maximumon van. Látszik, hogy rajtam van egy fejlámpa. Ebben a másodpercben neki is ugrunk. GPS-nek bekapcsoltam a háttérvilágítását. De azért mindenki megtippelheti, hogy mit fog mérni itt az alagútban. Nyilván semmi, de a dizájnelemnek mindenképpen jó. István Pisti bekapcsolta a hátsó lámpát is. Hát igen, fontos, mert sose lehet tudni, hogy esetleg hátul jön egy vonat, nem? Igen, látom. Hogy lásson. Ha már a vonatnál tartunk, az is egyértelműen látszik, hogy nincsen lent sín, sőt, a talaj most még ilyen burvás, nem ilyen lesz, hanem hát jelentősen meg fog változni, sőt, szerintem már ebben a pillanatban lehet is látni. Ilyen betonkövek, betonkockák vannak végig. István Pisti egy picit előttem megy azért, hogy világítson valamennyire. Na most meglepően jó a fény, nem Pisti? Pillanatra megállunk csak azért, hogy világos legyen. Illetve úgy mondanám, hogy inkább sötét legyen, ugyanis most megpróbáljuk demonstrálni azt, hogy mi az, hogyha egyáltalán nem világítunk. Hogy mi van? Először kapcsolom akkor egyszer ezt. Pisti, tiéd már le van kapcsolva teljesen? És lekapcsolom akkor én is ezt. És tessék figyelni. Az éjszakai sötétség. De annyira vak sötét van, hogy itt nincs ám Geller-fény, itt ez az abszolút sötétség. Tudod, Pisti, a Geller-fény mi? Az, hogy azért az éjszakai, mit tudom én, tereptárgyak, például, közben kapcsolom akkor föl, ha sikerül, az éjszakai dolgok, csillagok, tudod, holdfénye, akkor a városok világítása, az beszűrődik, és az ember alkalmazkodik hozzá, és azért az éjszaka is valamit lehet látni. Na hát, ez itt nincs. Hát nézek oda, Pisti, ezért lehet látni, hogy zakkan végig. Nos, kérem szépen, kapaszkodjon meg mindenki, ez fog menni 2,5 kilométeren keresztül, ugyanis az objektumrendszer leghosszabb alagútjába vagyunk most, a Homolka tunelbe, 2,5 kilométer, mint mondtam. Akkor ez volt Szlovákia leghosszabb alagútja, az időpont pedig 1940, akkor kezdték ugyanis az építkezést, és az első körben csinálták ezt az alagutat. Gyorsan a karakterisztikájáról pár szót, szerintem jól lehet látni, hogy ilyen tojás alakú a tunnel, és itt felfordítottam a lámpát, hogy felfelé is világítson. Tehát tojás alakú a tunnel, felfelé 6 méter, oldalra pedig 4 méter. Ezek a bakkanók, ezek másfél méterenként vannak elhelyezve, és akkor még egy dolgot mondok, hogy itt nem merek lejjebb menni. Itt van egy 40 centis vízelvezető árok, és ezek a harántvájatok, ezek pedig értelmszerűen szintén a vizet viszik. Szerintem jól lehet látni azt is, hogy az egész befelé lejt, középre lejt, például egész komoly szögbe, tehát nekem például, illetve István Pistinek a másik oldalon is, a fal felé kell tartanunk. De azért óvatosan, mert ugye egyrészt egyik oldalon a falat kocolhatjuk, a másik oldalon, meg hogyha itt bedőlünk, akkor aztán gondolhatja mindenki, hogy mekkora térerő van, meg egyéb más, milyen lehetőségek vannak bármilyen mentésre. Szóval nagyon észnék kell lenni. Viszont az alagutat annyira profin csinálták meg, hogy most monszun éghajlat van, ugye ezt említettem. Már gyakorlatilag másfél hónapja egyfolytában esik, bőrület mennyiségű víz van mindenhol, talaj átázva, belvizek, és az alagút pedig jól látszik, hogy szinte teljesen száraz. Tehát mondhatni úgy, hogy teljesen feleslegesen építették ezeket a vízelvezetőket, de persze ezt akkor még nem lehetett tudni. Említettem, hogy úgy megyünk át a Homolka gerincen, hogy egy fikarszit nem fogunk tekerni. Tessék figyelni, pillanatra lenézek. Nem tekerünk, gurulunk. Ugyanis 2%-on lejt, 451-ről, szépen átgurulunk a nyugati oldalra, úgyhogy nem kell egyáltalán hajtani. Na különben jobban is a bringa, muszáj fékezni, de azért óvatosan, mert bizonyos helyeken azért van víz. Itt például most pont egy olyan szakaszon vagyunk. Az alagút különben építészeti remek mű, műemlék is egyben. Teljesen olyan, hogyha az ember fölnéz, mintha tegnap építették volna. És még egyszer mondom, 80 éve halott. Közben egy másodpercre megállunk. Megpróbáljuk én is úgyis megállni, hogy deguruljon el. Igen, talán most sikerült. Azért látszik, hogy van víz. És van Pistinek közben kára van, már kikotyogósodott mi. Ajaj. Aha, igen, hát sajnos eléggé problémás azért ez a bakkonók, ezek folyamatosan, ráadásul nekem meg ilyen 32-es virsligumim van, ez se az igazi. Hol járunk most körülbelül? 3-400 métert jöttünk? Kb. 900-an. 900-at jöttünk? Akkor majdnem a közepén vagyunk. Igen. Pisti, nem tudom, hallottad-e, hogy feltalálták a fekete fényt. Az meg mire jó?
Hát arra, hogy például, hogyha valaki mondjuk éjszakás volt, és aludni akar, de mondjuk a napon, akkor bekapcsolja a fekete fényt, és sötét lesz. Na de mondok jobban, az alagútban például lehet napozni. De ezt tudtad? Nem. UV fényt bekapcsolja, és akkor világosat csinál az alagútban. És ha én nem akarok itt napozni? Hát akkor semmi gond nincs, bekapcsolod a fekete fényt, és rögtön sötét lesz. Ja. Ha már a témánál tartunk, nem tudom, tud-e Pisti, hogy feltalálták angol tudósok a napelemes alagút fúrót. Jelleg? Igen, csak az a probléma, hogy nem akar az Istennek sem működni. Mert hülyék, én már megfejtettem, le kell kapcsolni a fekete fényt. És abban a pillanatban világos lesz, mert ugye világít az UV lámpa, mert valaki napozik az alagútban. Jó. És már rögtön működik az alagút fúró, lehet folytatni. Tényleg. Zögykölődünk tovább. A alagút egyébként most már hivatosan be van kapcsolva a Stolicki Ciklo Express bringa útvonalba, tehát jelzett bringa útvonal, kiépítették ugye a keleti oldalt, a nyugati oldal viszont nincs kiépítve, hogy az izgalmas lesz majd, hogy hogy megyünk ki. Mi már tudjuk, hogy mi vár ránk, a nézők még nem valószínű. Na mindegy, egyelőre ez most maradjon titok. Ha valaki gyalog akar átmenni az alagúton, akkor 45 perc alatt ér át. Nyilván azért mi valamivel gyorsabban, most jelen pillanatban 10-zel zötyögünk. Az előzményről pár szót, hogy került ez képbe, hogy jutottunk ide. Az egyik kerékpáros bringás rajongóm ezelőtt közel 10 évvel egyszer szólt, hogy ő tud erről. Mit szólok hozzá, ha ezt expedíciós túra keretében felderítenénk? Hát akkor én nem értem rá, pont mentem Montenegróba. Végülis egy másik, illetve felvidéki magyar kollégával, Pali Simivel, ők ezt megcsinálták, de országútival. Úgyhogy nekik 45 percbe telt átmenni, mert végigtolták. Ezek a bakkanókon ugyanis, azok a 23-as kerekekkel nem igazán lehet értelmesen menni. Végül mi körülbelül egy olyan 5 évvel ezelőtt Kirinton kollégával ezt felfedeztük. Azóta már voltunk párszor, most legutoljára 3 éve, éppen István Pistivel, akkor készült az a bizonyos fotósorozat. Látszik, hogy grafitik azért vannak, ugyanis az objektumrendszernek ez az egyetlen alagútja, ami tulajdonképpen a háború óta nem volt lezárva egyszer se. Tehát azért helyek közel lehetett használni, akik ismerték, leginkább a helyek, például a két falu, ami a két végén van, a szurkolók, rajongók, például a labdarúgó mérkőzések itt az alagúton keresztül jártak át. Ha már itt tartunk, akkor én ezelőtt egy jó 20 évvel láttam egy videófelvételt, egy Opel Kadett megpróbált bejönni egy alagútba, akkor még nem tudtam, hogy ez, később jöttem rá, aztán elakadt, ott a patak elmosta, meg minden, szóval akkor még katasztrofális állapotban volt mindkét oldal, most azért ez már jelentősen javult. Előttünk különben 500 méter hegy van, a homolka gerinc, mint mondtam, 744 méterrel, és fönt is megy turistaút, a zöld jelzés, és nem csak itt keresztbe, az alagút nyomvonalán, hanem hosszába is, a Stolicka gerincen, illetve maga a Hágó út is, majdnem pont fölöttünk megy, az aszfaltos, azon fogunk majd visszafelé jönni. A kis kockába, hogy a kis képernyőn, a kis mini LCD-n, hogy mit vesz, hogy milyen lesz a képminőség, fogalmam sincs, a fény szerintem elég. Tartjuk a 10-et, szisztematikusan, mint említettem, 2%, ennyit bír el a vasúti pálya, a fogaskerék nélkül. Még egy dolgot talán látni, hogyha fölnézünk fentre, hogy nincs füstelvezetés. És ugye 1940-es években még igencsak közmozdonyok működtek, ez két dologra utal. Az egyik az, hogy elfelejtették megcsinálni, vagy nem volt rá idejük. Ugyanis ez egy befejezetlen projekt, ezt gondolom mindenki látja, nincsenek lent a sínek, de maga az alagút különben infrastruktúrálisan teljes egészében kész van, tehát egy olyan 90% mondjuk úgy, ha a füstelvezetés és síneket nem látjuk. Igen ám, de a füstelvezető a tervekben sem szerepelt, ez pedig leginkább az az oka, hogy ezt már hipermodern mozdonyokra tervezték. Ezzel kapcsolatban még egy érdekesség, különlegesség és talány, hogy mitől ennyire magas ez az alagút. Az akkori szerelvényeknél ez nem volt ennyire szükséges. Hát a rossz nyelvek azt beszélik, mert aztán sosem derült fény, hogy valójában ezt német tervek alapján és német felügyelettel építették. Azért volt rá szükség, mert a németek nem bíztak Hortiban, és nem akarták, hogy magyar területen keresztül menjen a komplett kelet-nyugati szállítás Szlovákiában. Készültek már az orosz frontra, aztán később természetesen esetleg a menekülésben is szerepet játszhatott volna az alagút. Még mindig nincs megmagyarázva az, hogy miért ilyen magas a belmagassága. Nos kérem szépen, a fauk miatt, akkor már fejlesztés alatt volt a fau rakéta, állítólag az ide pont befért volna. A dologra szerintem sosem derül már fény,
örök homály fedi, és szerintem ez így van rendben. Közben még egy dolog érzékelhető, mi legalábbis érzékeljük, hogy nagyon megnőtt a páratartalom, és egyre vizesebb az alagút, itt oldalt már a falakon is látszik a víz. Most ez két dologra utalhat. Az egyik, hogy ázik be az alagút, ez nem valószínű, a másik inkább az, hogy közeledünk a nyugati kijárathoz. De még mindig vaksötét van. Ez vajon hogy lehet? Már gurultunk szerintem több mint másfél kilométert. Mi, Pisti? 1700-on vagyunk, tehát még mindig majdnem egy kilométer van hátra. Nos, az oka az, hogy az alagút nem egyenes. Az elején és a végén van egy ilyen S-kanyar, aztán utána egy jó, hát több mint egy kilométer hosszú egyenes szakasz, közben ezért szépen lassan kuttogunk, bakkolunk lefelé. Húzom egy picit a véket, szerintem egy 15-be azért begurulna, nem, Pisti? Úgy körülbelül lejtőben. Maradjunk annyiban, hogy az alagút egyértelműen katonai célból épült, és akkor ez már meg is magyarázza azt, hogy miért nem akarták a magyarokon keresztül vinni. Ugyanis az első bécsi döntésben volt egy olyan alpont, hogy a magyarok kötelesek átengedni a gazdasági célú szerelvényeket. A szlovákok arra hivatkozva építették az alagutat, hogy a faipar miatt, illetve a papírgyártás miatt kell az alapanyag szállításhoz. Ugyanis a Homolka gerinctől keletre voltak a nagy összefüggő erdők, a nyugati oldalon pedig a papírgyárak, és hát értelemszerűen így az utánpótlási vonalat elvágta a határ átrendezés. Felettébb érdekes, hogy talán picit megmosolyogtató is az, hogy a papírgyár miatt építettek egy ilyen óriási projektet, mert ez egyébként egy kúra drága beruházás volt. 243 millió akkori értéken cseh koronában kifejezhető összeg, ami azért kemény volt, bár a pontos árfolyamot most nem tudom. 4 éven keresztül, 1940-től 44-ig stratégiai beruházásként nyomták erőltetett menetben. 700 munkás gyakorlatilag 24 órában dolgozott. Rám Pisti megjegyezte, hogy mert hülyék voltak. Hát ugye tudjuk, hogy a háború az minden forgatókönyvet átír. Akkor a szempontok teljesen átértékelődnek. Még egy dolgot el kell mondanom, hogy ezek a másfél méter nagyságú ilyen haránt vájatok, ezek valójában a tömbök, ahogy ide behelyezték őket. Az alagút, mint említettem, építészeti remekmű. Nagyon érdekes, mert hullám technikával készült, és a teljes projekt 15 alagút lett volna. Majd térképen megmutatom, hogy körülbelül miről van szó. Ezek itt a majré fülkék, ami azt jelenti, hogy ha valami balhé van, akkor ide kell bemenekülni. Ha esetleg jön a vonat vagy valami, hát ezt most is csinálják. Pisti közben ide vakkantott, hogy már itt a vége. Fuss el véle, ami nem is nagy baj, mert már kezd szétrázódni a belem. Na, amit mondani akartam, azt, hogy az alagutat hullámtechnikával készítették, és a 15-ből 5 darab készült el. Ez a legnagyobb, és van egy közel ehhez hasonló 2 kilométer, azt is a mai nap folyamán még meg fogjuk tekinteni. Szerintem már látszik az alagút vége. Most gyorsan egy információ, még mielőtt odaérnénk, hogy az alagútnak nagyon jó az akusztikája, tunnelkoncerteket is szoktak rendezni. Legutoljára Fási Ádám járt itt, hát akkor többeket kórházba szállítottak halláskárosodással, és bizonyos pontokon az alagút maga be is omlott. Tudtam, hogy én is előadok egy számot, félünk itt az omlásveszélytől, úgyhogy én nem reckíroznám meg. István Pistit megkérjük, hogy Kovács Katitól adja már elő a Látom az alagút végét című nótát. Ugye nem vállalkozik rá, pedig tényleg látja az alagút végét, és egyébként megsúgom, hogy én is. Na most innentől kezd az alagút olyan amortizációssá válni, nem? Erre lesz magyarázat, majd mindjárt megállunk itt, és akkor tartunk egy telepszemlét, mert ezt muszáj lesz. Egy picit elhallgatunk. Én szerintem be lehet hallani, hogy... Hallod? Olyan... Mint hogyha jönne a vonat, nem, Pisti? Nehogy aztán tényleg jöjjön. Légpár. De egyébként nem azt akartam mondani, hanem azt, és szerintem már látszik is, hogy szakad az eső a föld alatt. Tehát jelent mi az ott van, hogy szakad az eső. Itt eset, figyelni, Pistinél is lehet látni. Sajnos annyira esik az eső, hogy el kell tennem a kis kamerát, mert félek, hogy baja lesz, igen. Megmondom őszintén, elég gázos a helyzet. Ide tettek le raklapokat. Ezeken tudunk csak kimenni. Ki kell tolni? Aha. Igen, hát elég érő sár van. Úgy is jön, ki tudunk jönni. Megütött a meleg, de úgy Isten igazából. Az alagútban végig 10 fok volt értelemszerűen. Itt pedig, hát, hogy mondjam, hát ha 30 fok nincs is, de az eléggé komoly.
hőmérséklet különbség van. Tehát ez a nyugati vége. És akkor vessünk egy pillantást arra, hogy miért esik az eső az alagútba. Azért, mert a Misányi patak az Aragút nyugati bejáratában ered. Tehát ez tulajdonképpen nem más, mint egy forrásbarlang, amiben beleépítettek egy tunelszájat. Bődületmeló volt, tessék figyelni a kőzetet. Ebbe vájni azért nem lehetett könnyű. Az alapanyagot, tehát a tunelnek ezt a belső burkát, amit itt látszik, azt innen a közeli kőbányából, a Magnesitkovcei kőbányából hozták, és kézzel faragták ezeket a tömböket, 200 kilós gránit kvarc keverék tömbök voltak, és mint említettem, ezeket farigcsálták. Erős méretű munka volt, mint őképpen az előbb megijedte. Na hát akkor a következő feladat az, hogy megpróbálunk valahogy itt kivergődni. Hát van dagonya, az egyszer biztos. Azért csak sikerült tengelyig beáztatom a bringát a sárba. Alá mehet a technika, átkosuk, az kész. Jó. 3 évvel ezelőtthöz képest viszont van változás, mégpedig az, hogy akkor teljes egészében a patakban kellett kitekerni, most pedig hát valamiért itt oldalt folyik a patak, hát én nem hiszem, hogy ezt mesterségesen feltöltötték volna, de még az sem kizárt. Nem mondom, hogy így könnyű a terepen menni. Ha már itt vagyunk, akkor felnézünk ide, ki van itt valami építve, valamiféle ilyen, hát én nem tudom, feljáró. Szerintem akik gyalog jönnek, azok itt jönnek nyilvánvalóan nem a mederbe, és itt követi el mindenki a nagy hibát, aki kijön, hogy azt gondolja, hogy erre kell tovább menni. Nem. Többek között például palisibiék is annak idején, nem tudom, mondtam, hogy följöttek, nem. És utána elmentek erre lefelé, és egy nagyon nagy koppanás, és ez az út egy cigánytelepre vezet. Egyébként hivatalosan a vasút nyomvonalán megy tovább a Bringa út, és mi is majd arra felé fogunk menni. Visszaküldtem már Kobrankót, hogy tegyen úgy, mintha most jön neki az alagútból, pedig már vagy 5-ször kijöttünk. Ja. Azért gyötrelmesek ezek a dolgok, mi, hogy így felveszünk, hogy készül, mi, hogy még unalmasabb, hogy még szarabb legyen. Na jó, van mindegy, indulunk tovább. Az előbb megjegyezte, hogy az egészet csak azért csináljuk, hogy húzzuk itt az időt, hogy a végén majd jól ránk sötétedjen, mert hogy azon kalandos. Hát én azért nem gondolnám. Rohadtul csúszik különben. Látszanak bringanyomok. Hát a helyiek előfordulhat, hogy járnak, egyébként úgy nem olyan nagy divat ez. Visligumja nagyon gázos. És itt most már csak belemegyünk a patakba. Nagyon úgy néz ki. Már nem sok kell, ugyanis itt a Nyisánszki patak úgy tűnik, hogy elmegy le. Akkor most az következik, hogy beöltözünk a 30 fokhoz. Lassan már be kéne kenekedni napolajjal, és mindjárt megyünk ki a nap. Mi a francnak? Bekapcsoljuk a fekete fényt, azt oké? Ja. Pisti azt mondja, ne nagyon reklámozzuk már ezt a fekete fényt, mert most olyan antirasszista időszak van, hogy lehet-e egyáltalán? Az innen következő szakasz különben izgalmas lesz. Jelen pillanatban a vasúti töltésen megyünk. Látszik, hogy a nyomvonal egész jól járható, mintha autóval is jöttek volna itt. Elviekben komoly szín nem várható, mint említettem már a vasút miatt. Viszont lesznek érdekes dolgok, elágazások. Párszor már tévelyektünk itt. Remélem, hogy most nem futunk bele ugyanabba. Egy dolgot a magunk mögött hagyott homolka alagútról, hogy a szlovákok ezt úgy hirdetik, hogy ez Európa leghosszabb bringás alagútja. Felettébb érdekes, mert Pisti, emlékszel a Vertimiliai alagútra? Még a Ligur partvidéken 6 évvel ezelőtt. A szintén egy ilyen felhagyott vasútvonal volt, az legalább 5 kilométer, tehát már ennek rögtön a duplája. Abszolút bringás alagút, még a Giro hőse is ki vannak benne táblázva. Sajnos várható volt, hogy lesz mocsár, de az igazán mocsaras rész nem valószínű, hogy ez lesz, hanem az majd a vége felé. Már előre félek. Na, akkor most egy picit ki lehet tekinteni. Itt a gaz és a bokor fölött szerintem két dolgot látunk. Az egyik már kitűnt,
az a falu, itt közvetlen alattunk koprás, illetve ott egész hátul a hegy el van mondva. Arról most egyelőre nem mondok semmit, mert ettől lesz jobb rálátás is majd. Azért azt elmondom, hogy a kettő, mármint hogy a hegy el van bontva, és hogy itt van ez a vasúti pálya, hogy a kettő összefügg. Disznók járnak szépen. Egyébként amikor az expedíciós túrát csináltuk, arról van videófelvétel, mert akkoriban tesztelgettem a driftet, a kamerámat 2014-ben, és hát ha elő tudom kotorni, akkor majd megmutatom, hogy itt mik vannak még a vadonban. Lesz itt pocsár. Nem mély az, mert itt egy töltés van. Tehát szilárd a talaj. Mondtam, hogy lesz dagasztás. Nem is itt lesz a nagy dagonya különben majd, hanem majd mikor megyünk le a mezőkön. A töltés viszont elmegy itt a falu fölött. Igen, ezen jött volna a vonat, így van. Tehát nem jutottak el oda, hogy letegyék a talpfákat. Viszont az alapinfrastruktúra az megvan. Ajaj, viszont van ajnövényzet szépen. Lehet, hogy csanalas is lesz. Nem tudom. Van lent koprás, és akkor ezzel kapcsolatban gyorsan pár szót. Meg kellett volna váltanom, hogy ezt az emelkedőt ki tudjam tekenni, úgyhogy sorry. Szóval itt van bent koprás. Ez tulajdonképpen a valamikori Barát Telke nevezetű településnek egy ilyen leválasztott kerülete. Barát Telke már, mint település nem létezik, helyette van Magnezitovce. Barát Telke település ugyanis el lett bontva, a bánya helyén van, mégpedig ott szembe a másik oldalon. Viszont a két peremkerület, Nisányi, illetve Koprás, még egyszer mutatom, itt van alattunk Koprás, az megmaradt. Említettem, hogy ezzel a Koprással egyetlen egy probléma van, hogy ez egy ekte cigánytelep, és akinek esze van, az oda nem megy be. Ajaj. Jó a terep, és félkézzel mondjuk nem igazán élvezem az utazást. Mindegy, ha itt a kamera, akkor muszáj felvenni. Ráadásul jó laza is, mi? Csúszik. Ja. Na szóval a lényeg, azt csak annyit akartam mondani, hogy mikor keresgéltem anyagot arra, hogy egyáltalán hova jövünk, meg mi hogy, akkor kerékpáros szempontból egyetlen egy túra beszámolót találtam, egy angol nyelvűt, egy amerikai bringás járt el, és csinált egy leírást. És közben muszáj vagyok egy kicsikét itten a műszaki dolgokat is intézni. Fel kell kapcsolni, mert egyszerűen annyira süllyed a mocsár, hogy képtelenség tekerni. Szóval az amcsi bringás elkövette azt a hibát, hogy ahol mutattam, ott lement koprásra, és utána az egész túrabeszámoló tulajdonképpen már csak arról szólt, hogy hogy kergették meg a cigányok, és hogy nem értette, hogy miért. Hát ugye az amerikaiak nem igazán tudják ezt a szituációt hova tenni, mi helyiek azért úgy körülbelül képben vagyunk. Szóval mondjuk annyiba, hogy túl sok érdemi információ abból a túrából valójában nem derült ki. És akkor ebben a másodpercben már érkezünk is a következő izgalmas ponthoz, és ez azért duplán izgalmas, ugyanis jön a másik alagút, ez pedig nem más, mint a koprás tunnel. Rögtön két talány megoldódott. Az egyik az nagyon komoly talány lett volna, ugyanis ez az alagút, ez gyakorlatilag 50 évig le volt zárva. De nem úgy, hogy simán lezárva, hanem be volt falazva. Amikor legutoljára itt voltunk, akkor még állt a fal, nem Pisti? Volt itt egy vaskapu, és arra volt fúrva egy lyuk. Most úgy tűnik, hogy ezt teljes egészében eltüntették, sőt, még tettek is ki táblát a bringásoknak. Érdekes a bejárat, mert el van falazva. Hát be tudunk menni. A vaskapu, a másik oldalán vaskapu van, itt meg be kell ezen, át kell ezen kabázni. Aha. Hát, vagy valami csinál. Hú, hogy jön a hideg. Közben kapcsolom a pilácsot, ugyanis hát ide már annyira nem kell, mondtam Pistinek, hogy ő már most ne szedje el az övét. Azért nem annyira gáz, mert ez egy mini tunnel, összesen 245 méter hosszú, és mint mondtam, le volt zárva, ugyanis ezt gyümölcsraktárnak használták, mégpedig a helyiek, mivel hogy állítólag nagyon jó a belső
klímája, ezért nagyon jól erjed benne például bármilyen szeszes ital, és most azt hallottam, hogy privatizálták pár éve, és pezsgőraktárat akarnak itt csinálni. És azért volt ez most nagy talány, mert ha ezt most tényleg megcsinálták volna és lezárták volna, akkor nem lett volna B-tervünk, ugyanis ha lemegyünk Koprásba a cigánytelepre, onnan ne sehol nem lehet visszakeveredni ide a felső pályához, és hát egyrészt ez a rövidebb, másrészt pedig akkor egy óriási kerülővel tulajdonképpen még egy különlegesség szintén kimaradt volna. Egyébként ez a tunnel, ez az első fázisban épült 1940-ben, aztán végül három fázisban építették meg, és jól látszik, hogy a belső karakterisztikája tök ugyanaz, mint a másiknak. Azzal a különbséggel, hogy ezt sose adták át, ugyanis ez konstrukciós hibás. Ez a felmerül a kérdés, hogy ha a teljes projektet nem fejezték be, akkor hogy adhatták át? Na ez megint egy érdekes kérdés, majd mindjárt erre is visszatérünk, először átvergődök itt a mocsáron, és akkor kiérünk megint a szabadba. A másik oldal különben jól látszik, szintén elbontódott, már úgy értem, hogy a zakadály elbontódott, itt is volt egy nagy vak. A Galagút kiáratától nem is kell igazán túl sokat menni, és ebben a másodpercben már következik a Vasúta Semmibe Project következő állomása. Nos, kérem szépen, következő tereptárgy a koprási viadukt. Sajnos a gaztól nem fogom tudni normálisan megmutatni. Hát bizony nem. István Pisti egyébként már ott van lent. Nem különösebben egyszerű a helyzet, illetve most már módosítok, egy picit egyszerűbb, mint egyébként volt. Nyilván ez magyarázatra szorul, majd mindjárt mondom. A magyarázat pedig az, hogy a nagy sietségben tették megcsinálni a viaduk két oldalán a felvezető rámpát. Ez érthető, mivel hogy befejezték hamarabb, mint kellett volna. Tehát ez még oké, csak hogy ez a faszerkezet, ez még tavaly előtt nem volt itt, és ezen kellett fölmenni. Akkor csak mutatom, hogy én már akkor is ebben a cipőben voltam itt, ami most. Tehát totál sivatartó cipőben. Hát itt háromszor csúsztunk vissza. Végülis úgy sikerült följönnünk, hogy mind a ketten egymást segítve, egymást karöltve feltoltuk a gépeket. És egyébként megsúgom, hogy a másik oldal ugyanilyen. Jól látod, hogy azért foglalkoznak az építménnyel, ugyanis mostanra megcsinálták a fa lépcsőt, a szervót. Pisti csinál egy pár fotót, én átgyúlok a másik oldalra, és akkor egy kis pászta, hogy néz ki az egész. A viaduk 98%-ban van kész, tehát jól látszik, hogy még a vasúti töltésköveket is felhordták, gyakorlatilag csak a sín és a két felvezető rész az, ami hiányzik. Egy pillanatra természetesen azért itt is megállunk, ha más nem, akkor a kilátás kedvéért már ugrok is föl. Brutális. Szemben nem is gondolná mi, hogy itt az Isten háta mögött, senki semmit nem tud. Oda kimegyek, nézd, csak itt van egy ilyen kis szószék, így van. Ez itt haszal lesz, és akkor ezt tessek megnézni. Az alagutat. Bocsa, a viaduktot. Ez egy ívboltos kialakítású vasbeton szerkezet. 1943-ban készült, közel 80 éve, és egy percet nem volt használva. Abszolút abandoned, és ami még fontos, hogy a 113 méter hosszú és 40 méter magas viadukt teljesen újszerű állapotban van. Majd még lentről megmutatom. Különben ahol most vagyunk, ez a Nyisányi patak egyik oldalbefolyója, innen hozza le a vizet, és hallani lent különben, hogy most is csurog. Na, átpattanok azért természetesen, akkor már nézzük meg a másik oldalát is. Íme, picit kihajolok, tessék, szerintem jól látszik. A nagy közönség által szinte teljesen ismeretlen helyen található viaduktot azért néha kalandolók használják. Szerintem nem nehéz kitalálni, hogy mire. Lehet tippelni, Pisti. Bungee jumping. Pontosan, bungee jumpingolásra. Van is fent egyébként pár videó róla, különben szigorúan tiltják. És még egy dolgot talán
látni, hogy az előző koplási alagúthoz képest ennyi csak a távolság. És itt különben a vonalon még egy alagút van, azt sajnos már nem tudjuk megnézni, ugyanis egyrészt dzsungelen keresztül kéne menni, másrészt pedig az az alagút az el van falazva. Még egy érdekesség, különlegesség a viaduktal kapcsolatban, hogy Jean-Claude Van Damme. Nem tudom, mondd ezen a neked valamit, Pisti. Mond. A tudod, a verekedős. Igen. Itt akarta forgatni 2007-ben a Híd a dzsungelben című filmjét, és nem találod ki, hogy hogy talált a helyszínre. Akkor mondok megint egy nevet, Owen Wilson. Az nincs meg. Na, az nincs meg. Owen Wilson itt forgatta 2001-ben azt a boszniai repülős filmjét, a Szárdeli völgybe. Tudod, beszéltünk róla, igen, ott van az a Madonna. Igen, igen, igen. És jól ajánlotta neki, ugyanis körbenéztek a helyszínen akkor, és tudták, hogy ez itt van. Állítólag Van Damme járt is a helyszínen, de végül is azt úgy tudom, talán anyagi okokból a film nem valósult meg. Egy másodpercre felpattanok, és kicsikét még így ide eljövök, de ide lehet, hogy inkább a másik kamera kéne, igen, nagy valószínűséggel. Ja, most pattanok le, megyek vissza a másik kamerához, de csak azért veszem fel, hogy minél hosszabb legyen, ugye ezt már mondtuk, meg az, hogy azért van tökörés egy ilyen filmfelvétellel, jó, hogyha mindenki tudja. Na, akkor most ezzel megyek. Pisti mondta, hogy már látja is, hogy mit akarok mutatni. Közelitek, tessék figyelni. Az a Dubrava csúcs. 663 méter magas, de megtippelti mindenki, hogy már nincs annyi. Szerintem jól látszik, hogy miért. Elbontották. És az a kő, ami ott van, az most itt van. Illetve ott most már értelemszerűen nincs, mert ugye itt van. Szóval azt bontották ott el, de egyébként, hogyha már itt tartunk. Itt nem csak ez egy elbontott hegy van, hanem itt szélben az összes szinte. Sőt, mi több, vannak olyan hegyek, amik előtte nem is voltak itt. Ennek pedig az a magyarázat, itt található ez a területen Európa legnagyobb magnezitbányája. Majd még erről egy kicsit később, ha tovább mentünk. Akkor most István Pisti okoskodik. Kívül rovatunk következik. Tessék! De most én azt nem értem, hogyha ugye azt elbontották, hogy legyen itt bélése ennek a hegynek. De amit onnan kiszedtek, azt miért nem vitték oda vissza? Hát nagyon igaz, mert ugye a rekultivációt meg kellett volna csinálni, de valahogy a háború alatt ilyennel nem foglalkoztak furcsa módon, nem értem, hogy miért. Fájó szívvel, de lépünk tovább. Egyébként jó a kilátás. Megint tolás, mi? Igen. Rohadtul csúszik a kavics. Sajnos a zipővel együtt. De mindegy. Régión magnezit, több ismertető tábla is van, természetesen tanösvény is mondhatni, és akkor hát itt látszik, ahol már végigjöttünk, akkor nézzük meg magát a viaduktot alulról. A gaz miatt nem igazán látszik jól, talán ebből az oldalból jobban. Azért nem gyenge kis szerkezet ez. Következik, hogy eljöttünk a vasúti pályától, ezt fent már említettem, hogy muszáj, mert különben nekünk kellene forgatni a Híd a dzsungelben című filmet Van Damme helyett, és ahhoz meg most megmondom őszintén nincs kedve, már csak azért is, mert nem ennyi a mai program. Tehát a nap első felébe volt ez a, hogy mondjam, ilyen hultidézés, de még nincs befejezve, mint említettem, van még hátra pár dolog. Most annyi történik, hogy hát gyakorlatilag átjöttünk oda, amit meg akartak annak idején csinálni. Magyarul, hogy a homolka gerinc, ami itt van mögöttünk, azt már lecsaptuk, átjöttünk rajta, és ez az oldalon pedig itt már a Murány völgye van keresztbe, ott egészen lent pedig az nem más, mint a nagy kőbányának a központi épülete, Magnitzovce, amiről már beszéltem. Most gurulunk be, ez Nyisányi, a patakot hívják így, és ez ilyen kényszertelepülés. Valójában ez az elbontott bánya településnek, baráttelkének, mint ahogy mondtam, a hegy tetőn található változata, és mint konkrét falu, csak ez maradt meg az eredetiből. Múlt században csak nyári szállás, illetve telkek voltak itt, most már azért van pár lakóház is. És azt mondja, hogy csillog a föld, hogy szerint a magnezit. Hát nem tudom, akár még az is lehet, hogy megnézi a neten. Itt a templom mellett, hogyha balra mennék, akkor kiutánk a völgyön keresztül.
lemennénk a Murány völgyére. Na ez az, amit most nem teszünk meg, ugyanis hágómászás következik. Mi itt oldalt, ezen a balra található gerincen keresztül rövidítünk. Visszamegyünk a vasúti pályára. Jó lenne a víz. Azt mondja, Pisti, nem sokára jön a tó, akkor majd a bőrömön keresztül felszívom. Hát lehet, hogy van valami benne. Az a kis hegymenet, ahogy kell. Ráadásul, ha jól emlékszem, olyan durva lesz, nem Pisti, hogy még tolnunk is kell. Igen. Jó. Hát, hiába. Ez a mai nap ez erről szól, és majd, hogyha egy kicsit levegőz jutok, akkor majd mondom a sport részét is a mai túrának. Amit kicsit furcálunk, itt van Pisti, az éppen ön megjegyezte, hogy az képest, hogy milyen brutális esőzések voltak. Ahhoz képest porszáraz minden, de lehet, hogy csak a D kitett lejtő miatt van. Pisti intenzíven gyűjti a köveket, nagyon el van szállva a sok ásványtól. Hát van is az ténykérdés, így is két akkora csomagot cipel, de hát mazoista, szívatja magát. Baktatatunk befelé ide, igazándiból nem sokáig, mert nem hűltem meg. Ugye, és nem úgy tökig ér a fű, hanem állig. Csak azért, mert talán innen valami jól látszik. Hát először fordulok, hogy fent vagyunk itt a hágón, tehát ez megold, és akkor a Murányvölgy hosszában látszik, oda fogunk lemenni, és ott hátul pedig a délutáni programunk van, az a Revúca Highland, vagy a Ratkó Rőcei hegység, és akkor ott arra tessék figyelni, ott látszik, hogy ott hátrébb van még egy gerinc, az egy ilyen sziklásabb gerinc, na az nem más, mint a Muránszka Planina, a Szlovák Érzettség legészakibb pontja, ott már voltunk, és most a mai nap folyamán leszünk is, és akkor a magnézitbánya újabb remek alkotása látszik ott, pár darab meddőhányó, úgy körülbelül ilyen félhegy nagyságú. Oda legurulunk, ha feltételezésem nem csal, akkor mocsárjárat lesz Pisti. Közben már nyílik a táj, sőt, mi több, az is nagyon nyílik, Pisti csinálj fotót, hogy az ipari rész, az milyen brutális a nocsmány. Hát igen, na mindegy, leszünk ott. Valamit szintén sárcsúszdát vártam, ehhez képest ez a rész is oké. Népszínű a talaj, videón biztos jó mirat. A helyiek biztos nem örülnek neki, ez ugyanis a meddő, amin megyünk. Jelzett útvonal, mindenféle magánterületeken keresztül megy, úgyhogy egy kis helyismeret azért nem árt, aki erre jön. Amióta utoljára itt voltunk, kerítgettek le dolgokat, könnyen szívásba is lehet futni. Nem túl fasz a mi Pisti? Nem javult. Nem javult azóta, de mindegy. Ne volt kalkulálva. Ez már Csizsnyé, magyarul Hizsnyó, szintén a bányász település. Valamikor a Murányi várbirtok része volt, még a 13. században, és természetesen ide is, mint eddig mindenhová a környéken, sváb, német nyelvű bányászokat telepítettek be. Az építkezési stílus az azt tükrözi, bár itt most pont nem egy olyan szakaszon vagyunk, de ami a számunkra fontos, az, hogy itt a templom mellett, ez úgy látom, hogy a katolikus templom a sárga, emellett valahol itt egy kis mini park volt, Pisti, és volt csap, volt víz. Nekem ez rémlik. Szerintem itt meg is vagyunk, nézd csak. Aha, ott van, ott folyik. Hát, hogy Kobrankónak milyen memóriája van. Emléket, a táblát kellene állítani ennek. Természetesen a Pisti által elkunyarált kólát azért nem öntünk ki. Pistinek műszaki problémái vannak, mutatjad. Ez PD-vel gond van? Nem, hanem csak annyira poros lett, hogy nem tudom kivenni a pedálból, ez a pedált most beolajoztam a láncról. Tehát mit zavar téged? Legfeljebb törölsz egy nagyot, nem? Így van, milyen könnyen le lehet utcálni. Megkérdeztem, itt azt mondták, hogy pitná, de azért, ha így ránézünk, azért rohadt ronda színe van. Erre Pisti azt mondta, hogy nem lesz magnézium hiányom, mert ugye ez magnéziumos víz. Így van. Jó, hogy a belőle. Ja. Ki van téve gótikus út. Majdnem minden faluban ugyanis a templom gótikus. És egyéb gótikus emlékhely is sok van, és ezeket ilyen túraútvonal összekötötték, hogyha valakinek nem lenne világos. Sok helyen keresztezünk, sőt mi több, most például ebben a másodpercben azon is megyünk. Gótická cesta, hogyha valaki a szlovák feliratot akarja követni. Sajnos az adataim nem jók, mert amikor bekapcsoltam a Brightonon a
háttérvilágítást, hogy folyamatosan világítson, akkor bizony bele kellett mennem a menürendszerbe, és hát a Bright olyan faszául van megoldva, hogy abban a pillanatban nulláz, tehát innentől majd csak az István Pisti adataira tudunk számítani. Egy pillanatra lehetett látni Lubenyik, volt kiírva, magyarul Lubény, és akkor a falu nevével kapcsolatban gyorsan egy történet, ami érdekes. Lubenyik az a szláv ljubit szóból van, az a szerelem. István Pisti ugyan most nem hallja, de találkoztunk már hasonló faluban, mégpedig Horvátországban, Lubenyice. Emlékszel, aminek ugyanez volt a neve, ugye ott egy ilyen, ilyen fantazi szerelemről volt szó. Tehát, hogy a legenda alapján voltak ott a szerelmes párok. Itt viszont élő hús és vér emberekről van szó, mégpedig Veselényi. Szerintem mindenkinek ismert, ő volt akkoriban itt a környék ura és a bánya tulajdonos egyben. Szerelembe esett itt egy szlovák gyártmányú nővel, aki a bányában kulizott. Kiértünk a Murányvölgyi főútra. Be fog kanyarodni, és nem most tudom, tettek ezt. Jó, nem baj, mehetünk, mert úgy látom, hogy föltartja a forgalmat. Erősen föltartja a forgalmat. Az nekünk, igen, fasza. Jó, na szóval. Szerembe esett a nővel, a falut elnevezték, és akkor sorrendben utána az következett volna, hogy akkor házasság, meg minden, mint a romantikus világ. Igen, ám, de akkoriban ám nem volt divat rangon alul házasodni. Mondjuk úgy, hogy a szerelem plátói maradt, vagy beteljesedetlen szerelem lett. Mondjuk azért ezt sem gondolom, mert akció szerintem lepedő akrobatika biztosan volt, de a végeredmény, a jó fogás mondjuk a nő oldaláról, ami ugye a házasságban nyilvánul meg, az nem jött össze. Látszik a bal oldalon végig a megsebzett hegy. Egy érdekesség, hogy majd ott fogunk kijönni, ott arra be. Vissza még a vasúthoz egy fél másodperc, mert mégis az a tematikája úgymond a mai filmnek. Azon kívül, hogy egyébként Pisti szerint jöttünk már majdnem 20 km-t, úgyhogy a kerékpározás része is működik, csak egyelőre még elég silányul. Szóval, hogy fölmerült a vasúti pályának a működésbe helyezése, mert hogy nem kellene sok neki. Ugye alig néhány helyen csak a sineket kell letenni, a teljes töltés megvan, az erős infrastruktúrás rész az szintén már megvan, alagutak, viaduktok. Volt népszavazás is, leszavazták, illetve a hidegháború idején felmerült, hogy esetleg mégis üzembe helyezik, akkor értelemszerűen nem volt népszavazás. A hidegháború, csak azoknak mondom, akik esetleg nem tudják, hogy az ugyanolyan, mint a rendes háború, csak hideg van, és a katonák fáznak, és ezért nem akarnak harcolni. Legutolsó népszavazás körben 2015-ben volt, és akkor már leginkább turisztikai céllal csinálták volna. Nem jött össze, olyannyira nem jött össze, hogy azóta már a Csetnekvölgyi vasutat teljesen felszámolták. Ez, ami meg itt mellettünk megy, látszik, itt van a Murányvölgyi vasúti pálya, hogy ezt kötötték volna össze, tehát emlékszik mindenki Darth Vader pofáján a bal oldalon, a bal orcájánál vagyunk most. És ez is már úgy tudom, hogy csak ide a bányáig jön. Van egy minimális hátszerünk, már a viharos eljű délnyugati szelet pontak. Egyelőre még nem viharos az eleje, de az irányunk most pont észak, tehát elviekben most jó lenne, egy picit segítene, de hát nyilvánvalóan ugye Murphy törvény alapján tudod, Pisti, hogy ennek majd mikor kell intenzíven fújni, amikor majd visszafelé jövünk. Igaz. Szerintem most tartalékon. Kitérő átmegyünk a vasúton, illetve a folyón. A névadó a Murány, elég szépen meg van áradva, éppen én is ezt nézem. És akkor ide fölkaptatunk. Most kérem szépen, ez nem más, mint a gyári tó, alias Mikovai tó, alias Békás tó. Nem lehéz kitalálni, hogy fordított volt az eredeti sorrend, először volt Békás tó, aztán lett Mikova tó, és a legvégén gyári tó, mikor az egészet átalakították. Bővebben majd menet közben. Most itt dilemmában vagyunk, mert kellene csobbanni, egész jó meleg van. Természetesen a tó, ipari tó, tehát tilos. Itt majd kell egy kicsit csumákolnunk. Arra az oldalra gondoltam ott, esetleg körbe megyünk. Illetve, mivel ez egy 8-as túra, ezért elviekben itt még leszünk ma, és akkor, na szóval ezt még majd megtárgyaljuk.
A tó 46 hektár, és 1 millió köbméter víz van benne, amikor nyakig van, és most úgy tűnik, hogy nyakig van. Hát ott 1964-ben építették, és itt alattunk, ott talán már lehet is látni a lefolyónál, van egy csővezeték, amit hozzápászítottak 1967-ben, és ez tulajdonképpen a kőfejtőnek lenne a hűtőtava. A kőfejtő itt van körülbelül, alattunk most a fasorról nem látni, de majd visszafelé fogjuk látni. És akkor még ezzel kapcsolatban egy információ, és akkor elmondom, hogy mi lenne a dilemmánk. A dilemmánk az, hogy itt jövünk vissza, körülbelül egy olyan este 6-7 környékén. Akkor már akár melegebb is lehet, mint most. Egyébként most sincs hideg, mert 28 fok. Egy nagy probléma van, hogy ott a hegyek fölött már kezdenek gyűlni a felhők, és délután, vagy este 6 órakor akár már eső is lehet. Akkor viszont ugrott a csobbanás. Tehát akkor marad a mostani helyzet, és ami még talán a mi szempontunk, a mostani szempont mellett van, az, hogy nem nagyon van ember. Ott a horgászhelyek egyelőre üresek. A tó közepén látom, hogy ülnek páran, és azért az is fontos, hogy találjunk olyan helyet, ami csobbanás szempontból is optimális. Ez horgásztó, sőt, mi több, olyannyira, hogy versenyeket is szoktak itt rendezni. Tehát nem lesz egyszerű optimális helyet találni, csak azért is, mert itt a gátat is tartják karban, tehát a tónak duplán is vannak tulajdonosai, egyrészt maga az üzem, másrészt pedig nyilvánvalóan a horgász társaság is. Nem nehéz megtippelni, hogy valószínűleg egyikük sem fogja szívlelni, mikor mi be akarunk menni a vízbe. Hát, szlovákul nem nagyon tudok, de szerintem tiltó táblák lesznek. A fürdést azt tudom, hogy kupíty, vagy valami hasonló. Még olyat eddig nem láttam. Nagy tötyörészést nem csapunk, itt vannak mellettünk közvetlen a horgászok. Már lépünk is be, tényleg csak egy lefüldés erejéig. Mi újság van, Pisti? Jó? Szeretnél csak figyelni, Pistinek milyen alakja van? Hízott a télen. Arra azért nagyon figyelj, hogy amikor zuhanyozol, akkor kapaszkodjál, nehogy esetleg a víz levigyen a lefolyón. A nyári pocak. Én egyébként testépítő vagyok, csak még nincs kész. De haladok. Maga töké. Milyen, Pisti, jó? Jó, jó, mi? Kimondottan jó. Nem vagyok nagyon bettebb, hogy ne nagyon lehessen látni. Most elmondom, hogy mi a tényállás, Pisti, nem tudom tőle, de hogy nem tudjuk megkerülni a tavat. Ott ugyanis a Murányon nincs átjárás, és itt hátul ez a rész, ez egy ilyen, ez valamiféle madárrezervátum, ráadásul nemzeti partnak a része, a Murányi nemzeti partnak van itt egy külön ilyen szigetszerű része, úgyhogy már ezért sem túl kellemes, hogy itt engedély nélkül fürdőzgetünk. Itt a horgászbot különben mellettük, ezzel látszik. Úgyhogy azért óvatosan, mindesetre egy kicsit lefürdünk, mert érdekesek leszünk itt a sárba. Tó különben Isten király, egyetlen egy infrastruktúra van rajta, pedig ott van azon a ház, az volt valamikor a gyárnak az épülete. Most egy ilyen étterem, panziószerűség magántulajdonban van, és úgy hívják, hogy Flipper. Természetesen az a horgászat központja is, ott lehet napi egyet váltani, ha valakit érdekel. Kicsit már megtalálta a méretes pőcsig, engem meg a szúnyogok. Tudod, hogy hány csípős szúnyogfaj van Magyarországon? 53, ami csíp szúnyog. És ebből három darab invazív, azt tudod, mit jelent? Hát aki inváziós faj, ami nem volt őshonos, és most jött. Magyarul olyan, ami más kontinensről jött be, és kórokozókat, betegséget is terjeszt. Például a tigris, meg ezek. Nem ártésznél lenni. Pisti szerint a tigrissel vigyáltunk, mert az harap, és mi a véleményed, hogyha én is harapok egyet? Mondjuk például abból. Egyébként csak mondom, hogy aki ezt a pocakot látja, ez már egy kozmetikázott pocak. Tehát ez a valóságban nem így néz ki, hanem én Photoshoppal feljavítottam. Tehát a valóságban sokkal jobban néz ki, hanem én direkt a film kedvére felnagyítottam, hogy nagyobb legyen. Mert Pisti, nem tudod-e, hogy a nők állítólag a kis pocakot szeretik. Mert hogy a kis pocak az olyan cuki. Tényleg? Ugye? Aha. És akkor felteszek egy furfangos kérdést. És akkor a nagy pocak? Az nem. Nem. Az a nagyon cuki. Ja. Hány férfinek a vágyálmát fogalmaztam most meg, mi? Ja. Na jó, akkor erről ennyit. Egyébként azért térünk annyira nagyon rá, mert itt nem sokára jön a nagyváros Revúca nagy rőce, és ott tervezzük az ebédet.
Csak az a probléma, hogy még csak 10:30 van. És 11 előtt nem valószínű, hogy bármi is nyitva van. Hülye hangzik, mert mennünk is kéne, mert ugye lemaradásban vagyunk, meg ugyanakkor rá is kell, hogy érjünk. Hát elég gázol, tehát sajnos ez van, így alakul. Pisti a pocak témakört folytatni akarja, tessék. Tehát én azt vettem észre, nagy pocakhoz ugye hosszabb farok is kell, különben az actionnel problémák adódnak. Tudod, hogy ez általában fordítva arányos. Általában úgy szokott lenni. Igen. Saját tapasztalatból tudom. A másik oldalon egyébként a homolka gerincet látjuk végig. A legmagasabb csúcsa maga a homolka, azt hiszem talán ott van. És azt is meg tudom mutatni itt a Flipper panzió fölött, hogy hol jöttünk ki a hegyből, hol jöttünk át a tunellet. Körülbelül valahol ott, és aztán a Nisányi patak völgyén pedig ott ereszkedtünk le. Végig, itt Lubenyiknél jöttük be az útra, és akkor most pedig az irányunk észak-nyugat erre. Hát volt egy kis véradás, az tény kérdés. Hányan tudják, hogy hány szúnyog faj van összesen a világon? 725 ezer. Hát nem ennyi darab van, hanem ennyi féle. Innen üzenem az állatvédőknek, hogy annyira azért nem kell ezeket sajnálni. Tudom, hogy azért szigorkodnak most annyira, mert most vagy tavaly előtt a tóban volt egy fulladásos halál. Ez mennyire a fürdéssel függött össze, vagy egyéb más tevékenységgel, arról nincs infóm. A tóba való fulladáshoz a fürdés az esetek többségében azért szokott kelleni. Ebben a másodpercben felcsatlakoztunk a Muránszka ciklo magisztrálára, ami a Stolicki Ciklo Express része. Jól látszik, hogy tökéletes minőségű az út. A trió, aha. Hát igen, mert most már ebédelni menjünk, csak mondom, annak ellenére, hogy még csak 3:11, de az egyetlen hely, ahol lehet kajálni, az természetesen, ott a ragadozó madár. Most lesz nem sokára. Na szóval, kerékpárutakat Szlovákiába építenek intenzíven. Hát egyrészt ugye uniós pénzből, másrészt azért saját forrásból is. Itt a sportpénzeket kicsikét, hogy mondjam, egyenlőbben osztják szét, mint nálunk. Kicsit kevesebb stadion, kicsit több kerékpárút, és akkor ettől mélyebbre én most ebben nem mennék bele. Mindenki tudja a szokásos szituációt. Egyébként, ha már az utak minőségéről beszélünk, akkor ha most kimennénk a főúton, sincsen túl nagy forgalom, és az út minősége legalább ennyire tökéletes. Igen. Festékhiány van, mondja Pisti, mert hogy nem festéket csinálták az utat, viszont úgy megy, mint az ökörhugyozás, figyeled? Össze-vissza! Nehogy begyorsulja! Ja! Húj! Az előbb! Láttad, hogy átfutott a kis állat? Az agadt pofájú? Szerintem ez valami, nem tudom, ilyen valamiféle rágcsáló volt. Pisti, meséltem már, hogy én gyerekkoromban hörcsögöt is dugtam. Tényleg? A tanárnénének a zsebébe. És képzeld el, hogy még neve is volt. Hogy hívták? Késmárkiné Boncidé Jetelka. Hát egy hörcsögnek az elég hülye név. Ja, hogy a hörcsögnek? Annak is volt neve, pofavizit. Két olyan foga volt, két olyan csontharapója volt, hogy még Rubintréka is megirigyelte volna. Kellemes különben az út. Hepe-hupa összességében emelkedik, mert folyóvölgyön fölfelé megyünk. Egy pillanatra visszatérek akkor újból a vasúti projektre. Ugye ellen a szakaszon már kijött a vonat és becsatlakozott elviekben a Murányvölgyi vasútba. Igen ám, a Murányvölgyi vasútnak Muránynál vége van. Látszik, hogy építettek a bringa pályához infrastruktúrát is. És a Szeret Data Project, ez úgy híresült el különben, hogy a Szlovák Szeret Data Project, és azt majd később megmagyarázom, hogy ez miért van ez a hasonlóság. Szóval ez lenne a másik szakasza, mégpedig innen, Lubenyikből, Revúcát érintve, Tiszolcig tartott volna a vasúti pálya, mégpedig keresztül a hegyen, és ide terveztek még 6 alagutat. Murányt kikerülték volna. Na most ebből semmi az égvilágon nem valósult meg. Időközben beérkeztünk Mokrá Lukába, azaz vizes rét, szó szerinti fordításban.
takaros kis falu, én nagyon csípem az ilyen hegyi falvakat, például itt van a központi park, és ami még nagyon tetszik, hogy nincs tömeg, nincsen nyüzsi, Szlovákiára általában ez egyébként jellemző, nyilván a Tátrát kivéve. A főúton, ezek a bicikli utak, ezek tényleg Kelet-Európában sajnos így néznek ki. Egy ideig aztán totál vége, nem úgy itt Ausztriában, gyakorlatilag a fél országú végig lehet menni ugyanazon. A vizes rét név különben találó, és ez a terület itt mellettünk balra a Murány ártere. Jó párszor kiöntött azért az évszázadok folyamán a Murány, és úszott itt minden, vizes volt minden, és a rét is. Éppen most jegyeztem meg Pistinek, miközben újra bejövünk vizes rétre, úgy látszik, hogy kettő van belőle, hogy brigás élet eddig nem nagyon volt. Ez a másik pokraluka, ez igencsak rövid volt, lehetett vagy 20 méter. Szóval itt a főúton azért már bringázgatnak. Azért a lovagutat annyira nem preferálták. A biciklút időközben átváltozott varacskos szarrá. Nem tudom, mennyire függ össze ez azzal, hogy bejöttünk a nagyvárosba. Ez itt már Nagy Rőce, a járási székhely. A nagyváros természetesen csak erősen idézőjelbe értve, 12 ezer fős lakosság. A környéken egyértelműen nagynak számít. A járások Szlovákiába okreseknek hívják, és sokkal nagyobb hatáskörük van, mint ami például nálunk volt, de nálunk úgy tudom már járásrendszer nincs is. Például a utak építése, karbantartása az járási hatáskör, és ezért van az, hogy például Szlovákiában akár a főutak is változhatnak járás határonként. És egyébként, hogyha már itt tartunk, és itt vagyunk, akkor Szlovákia a legnagyobb járása, az pont ez, a Revúcai okres. A város idáig eléggé szociál képét mutatja, de van itt azért egész szép óváros is. Mindjárt megtekintjük, már csak azért is, mert keresgélnünk kell, itt most muszáj lesz. Muránská Zichtava 7 km jobbra, a Zichtava völgye, ami felmegy oda a Muránszki planina alsó szegletébe. Sikerült, becsúsztunk itt egy elég, hogy mondjam, lepukkant zsákutcába, de ha már itt vagyunk, akkor meg tudom mutatni a Fehér Erőröt, úgy hívják. Látszik, hogy a nevét honnan kapta. Valójában ez egy templom, mégpedig a Szent Lőrinc templom. Gótikus stílusba épült, és nincs túl jó állapotban. Lőrinc nevet most hirtelen nem tudom, hogy honnan kapta. Nem hiszem, hogy a mi lőrincünkről, mert ugye nekünk is van egy lőrincünk. Ilyen küzdi magát fel gázszerelőből, de egyelőre szentté még nem avatták. De hát sose lehet tudni, ha így folytatódik, mi lesz. Ez a Zichtava, látom, kotoráznak intenzíven. Meg volt állodva, ez az oldalfolyó, és a másik pedig a Murány értelmszerűen a kettő összefolyásánál található. Nagy Rőce, ez a belváros. A legimpozánsabb épület az 1862-ben épült rokokó kúria, aminek van egy érdekessége, hogy itt volt a legelső szlovák nyelvű gimnázium, mégpedig rögtön már abban az évben, mikor átadták, és ez 10 évig működött. Hogy miért hagyták abba, azt arról majd mindjárt. Ez az épület most pontosan nem tudom mi, de úgy tudom, hogy ez valamikor az 1800-as évek végén kórház volt, és ott pedig szociál épületek sorakoznak egymás után. Ezzel kapcsolatban is még mondok valamit, de akkor itt van ez a... Hát ez tényleg jó állapotban van. Most talán azt hiszem turisztikai információs központ, meg egyéb mindenféle kiállítások szoktak benne lenni, de különben nem csak ennyi az épület. Ott, ahol István Pisti megy, majd mindjárt itt fordulunk rá a patak sétányra. Ez egy L-alakú, hosszan elnyúló komplexum, és hogyha ezt a részét nézzük, akkor ez már itt olyan iskolaszerű. Tessék oda befigyelni. És akkor tessék megnézni, hogy szintén van egy iskola. Oldalon megint elképesztően lepusztult szociál épületek. Azért van ebben a patakban víz. Volt itt esőzés az utóbbi pár napban, de egyébként nálunk is.
jövünk be Öreb utca Szocreál negyedébe. Ezek egyértelműen bányászházak voltak valamikor. Egy gyors mondat elég még arra, hogy 10 év után megszűnt a szlovák nyelvű oktatás egy olyan területen, ahol egyébként szlovák többség volt már akkor is. És most jön a meglepő tény, hogy ugye ez már a kiegyezés után volt, mi voltunk itt az urak, a magyarok, és a magyarok betiltották. Milyen érdekes, hogy most habzószájjal üvöltünk, hogyha a határon túli területeken mondjuk a magyar oktatást azt megpróbálják megnyírbálni. És arra hivatkozunk általában, hogy magyar többség van. Közben meg kiderült, hogy amikor még mi voltunk az urak, akkor mi sem voltunk jobbak a Deák névásznánál. És hogyha már a Deáknál tartunk, akkor egy záró gondolat ezzel kapcsolatban. Deák ugye kiegyezett 1867-ben az osztrákokkal, Magyarország legalábbis látszólag virtuálisan egyenragú fél év állt Ausztriával, és aztán utána volt a kis kiegyezés 1868-ban ugyanez a horvátokkal is. Igen ám, de mi volt a csehekkel, mi volt a szlovákokkal, mi volt a románokkal, meg még egyéb más népekkel. Nos hát azok maradtak alattvalói sorban, és akkor innentől érdekes maga a történet, majd amit most elmondtam. Tehát azért nem árt, hogyha van egy kis nemzeti tudatunk, de azért jó, hogyha reálisan látja az ember a dolgokat. Azért álltunk meg, mert itt van ez a trió, itt már kajáltunk párszor. Ez különben egy pizzéria, de nem tud megszivatni, mert van más is. Úgyhogy a pizzát azt most én kihagyom. Az a kérdés, hogy lesz-e kaja. Excuse me, English? No? Aha, I would like to eat. This is the menu. Yes. Aha, yes, yes. Aha, okay. Drink? Kofola, jó? Aha. Dve. Kofola? Velk. Big. Okay. Na, így nézzük az étlapot. Hát először is szlovákul van. Ezzel önmagában nincsen baj, mert én már emlékszel, említettem, hogy szlávul pár évvel ezelőtt én bemagoltam az étlapot, úgyhogy nagyjából tudom, hogy mi micsoda. Viszont ami érdekes, hogy figyeled, hogy van menü mindenféle. Hát azt nézem, hogy à la carte része meg nincs is. Na mindegy, ugye most szerda van, tehát akkor ezek lennének. Ez itt rántott hús, viprázsenyi brázói rezen, valamiféle krumplival meg salátával, meg alatta van sajt is. Na jó, majd valamit választunk, nem lesz itt probléma. A 4 euró, meg nem azért mondom, de kibírható. Van itt egyébként Cézár saláta is 3,80-ért, emlékszel Korzikára? Én 3,80-ért nem vagyok hajlandó enni, csak 20-ért. Úgy a finom. Megjött a kofola, nem mondom, hogy azonnal, de a lényeg itt van. És akkor egy dolgot most kikövetkeztettünk, azt, hogy itt tulajdonosváltás volt, mivel nincsen alakárt. Nem igazán tudunk beszélgetni, mert ugyan azt mondtad, tudom, hogy aztán végül kiderül, hogy az égvilágon semmi. Úgyhogy most összeválogattuk a menüből azt, ami nekünk kell. Meglepően rugalmasak voltak. Hát valami most már úgy tészke, hogy jön. A csapolt kofola, Isten király, a nemzeti ital különben. 1952-től gyártják, és ugye a csehszlovák időkben kezdték gyártani. És most jelen pillanatban úgy tudom, hogy vita van arról, nem tudom, tudod-e Pisti, hogy kié a jó díj. Igen, egyébként mind a két helyen gyártják, bár a központi üzem az Frivaldban van, az azt hiszem Csehország most. De nagyon el van terjedve, és nagyon érdekes, hogy csak itt a csehszlovákoknál, tehát a két volt csehszlovák tagállamban, sehol máshol nem. És akkor ezzel kapcsolatban egy érdekes szervizinformáció, nem tudom, tudod-e Pisti, hogy a magyarok megpróbálkoztak ennek a behozatalával. Körülbelül egy olyan, hát már jó pár éve volt, mert még kóra volt, kóra hozta be. És viszonylag olcsón adták a többihez képest, és a kutyának nem kellett. De annyira nem, hogy utána úgy leáraszták, hogy a végén már valamilyen, nem tudom, ilyen 20 vagy 30 forintért adták volna 2 literest. És ott rohadt nekik. Az égvilágon senki nem, még csak meg se kóstolták a magyarok. Aztán többet, soha többet nem volt ilyen próbálkozás, azóta se lehet nálunk kapni. Nem ismerik a magyarok. Ja. Akkor addig, amíg várjuk a kajcsit, nézzünk egy kis térképet, hogy körülbelül miről van szó. De a VKU turista térkép, ami hát eléggé részletes, talán nekünk mond valamit, de azért megpróbálom meg, mert ráadásul a túra eleje meg sincs, tehát körülbelül valahol így itt kezdtük, feljöttünk így ide, és akkor itt lehet látni szerintem a nyomvonalát magának az alagútnak, itt a Homolka út, ugye a Homolka gerinc, a tetején a zöld turista jelzéssel, a hágóval 744, és akkor itt mutatom végig, talán lehet látni az alagútnak a végét. Itt kijöttünk, nem jöttünk le kopásba, hanem itt jöttünk végig. Itt a viadukt, az is látszik, a viaduktnak a nyomvonala. És utána Nisányin keresztül átjöttünk Csizni, illetve Lubenyikbe. Közben megjött a leves. Egész jónak néz ki.
Pistikém, arany cimborám, ez szerinted mind a miénk? Remélem a szomszéd azt, ha nem kell megosztani. Hát hogy mondjam, van mennyiség. Mindent kiszedünk, ha ingyen van. Legfeljebb permanensen húgyozunk, nem Pisti? Van hely az erdőben. Pontosan. Kicsit langyos, de jó, de Pisti, szerinted, hogyha én kérek hozzá zsípös paprikát, akkor meg fognak sértődni? Nem, de nem. Majd nem ismerik, mi? Nem. Ezek nem ismerik, ezek nem magyarok. Hát az a leves az meg fog maradni a nagytába, és elmondom az összetételét. Víz volt keverve vízzel, olyan 60-40%-ba. Nem véletlen volt az, hogy ennyit kihoztak belőle. Tudták, hogy ez nem fog elfogyni. A kopi viszont a várakozásoknak megfelelően teljesít, sőt, mi több, talán egy kicsit fentebb is. A válasz kérdés következik. Mondok három állítást, és utána majd ki kell találni, hogy ezek mik. Pisti, neked is szól. Liptói Níva, Brezdói Paranyica és Pelsőci Hermelin. Első körben segítek, a Liptói Níva az nem egy terepjáró, a Brezdói Paranyica az nem egy paraszt, és a Pelsőci Hermelin az pedig nem egy ilyen szőrös menyét féle. Na, közben kioszták a kajcsit, én sajtot rendeltem, és akkor ezzel tulajdonképpen már meg is válaszoltam, ezek mind sajtok, Szlovákia ugyanis a sajtok egyik közép-európai fellegvára. Amire lehetett számítani, hogy olyan gyors ételmi lesz a kinézet, amivel önmagában nincsen baj, főleg akkor, hogyha mennyiség. Márpedig ez nem kevés, igaz Pisti? Egészen jó. Kaptál egy ilyen viszonylag méretes húst, majd azért egy kóstolót kérek belőle. Az jól látszik, hogy a szokásos technikával csinálják, tehát inkább bunda, mint hús. A sajt pedig, hát nem tűnik rossznak, nem is kevés. Egyetlen nagy problémám van az, hogy az előbb felsorolt sajt különlegességek közül egyik sincs a tányéron. Ugyanis ez szerintem normál mezei trapista. Én leginkább a Hermelinre számítottam, ugyanis itt egy évvel ezelőtt én még azt tettem, az a helyi kamember, azt tudni kell, a szlovák kamember, a Hermelin. Az egy különlegesség, de mindegy, mert menet közben lehet, hogy beszélek róla. A tartármártás az sajnos a legsilányabb ilyen, hogy mondjam, flakonos, zacskós változat. Viszont, hogyha jól emlékszel, hogy tavaly Hallstattban az Elit étteremben ugyanilyet kaptunk, és körülbelül 10-szer ennyit fizettünk, hát akkor innentől meg azt mondom, hogy ez itt simán belefér. Mondtam, hogy én nem kapok ilyen salátából. Azt mondja Pisti, hogy ez csak neki jár. Hát mi az, hogy csak neki? Lopok! Akkor most egy ilyen cserebere fogadom van. Megkóstoljuk. Azt mondja Pisti, hogy nekem csak a szám jár, saláta nem. A Hellmann's ráadásul nem is a kedvencem. Kész Pisti? Nekem a Hellmann's olyan, hogy mondjam, olyan nagyon olyan gyárias. És a továbbodnak egyébként van nagyon jó tartalmátásuk, például a Perkins vagy a Pleszowska, de sehol nincsen olyan. Az a boltban lehet kapni, de így egyébként vendéglátóipari helyeken sehol. Nem sikerült sajnos a nemzeti ételbe belehúzni, nem, még egyszer mondom, Hermelint akartam kérni. Tehát alakárt miatt már most, hogy nincs, akkor így nincs. Viszont azért a nemzeti étellel nem állt vigyázni. Nem tudom, meséltem-e már a történetet Pisti, hogy Lengyelország ezelőtt, mit tudom én, vagy hát 93 környékén, hárman voltunk brigatúrán, bementünk itt Szakopáni környékén egy étterembe, és az étnapból semmit nem értettünk. Tehát a lengyel az olyan szláv, hogy a többi szlávhoz se hasonlít. Tehát se az orosz tudással, se a szlovákkal, semmivel semmire nem jutottunk, de egy szót sem. És akkor az egyik túratársam kitalálta, hogy akkor rendeljük meg a legdrágábbot, a legdrágább teát. Nem az biztos jó, nem nyúlunk mellé. Igen, nem, de a lengyeleknek a nemzeti ételük ám a pacal, nem tudom, tudtad-e. Úgyhogy kihozták a pacalt, és körbe a vendégek, ez ilyen félkocsma volt, ilyen eléggé rossz kinézetű alakok, végig azt nézték, hogy mi mit szólunk majd a nemzeti ételükhöz. És akkor mondom a végeredményt, hát én csak beleszagoltam, és már akkor felfordult a gyomrom. Az egyik túratársam az így belekóstolt, így félkanálra, a harmadiknak meg azt mondtuk, hogy legalább a felét tegye meg, mert különben meg fognak lincselni. És aztán végül a hátsó ajtón menekültünk ki, úgy úgy álcáztuk, mintha csak a WC-re mennénk. Elképesztő különben, hogy ez a pacal hány országban nemzeti étel? A románoknál is például nem tudom, mondtam-e, hogy egy román férfinek, inkább úgy mondom, hogy román, de a székely férfinek is úgy kezdődik a napja, hogy pacal leves. Ezzel kezd.
És akkor emlékszel Korzikán mi volt? Na, hát ott is. A trapista különben teljesen jó, de ugye commerce, ezt mondtam is. Hát végül is most egy ilyen helyen, ahol igazándiból csak itt vagyunk a panelházak között, sokkal többre nem kellett számítani, a másik pedig hogy ennyi. Érdekesség, hogy itt mellettünk, kicsit így fordítom, mellettünk magyarok vannak. Ami azért érdekesség, mert ez egy nagyon szlovák többségű város, olyannyira, hogy a 12 ezer emberből alig 100-an vannak magyarok. És hát pont összefutottunk velük. Egyébként ezek a hegyi népek, például mint a szlovák, vagy akár a román is, azért nagyon jók ilyen tejtermékekben, mert itt ez ilyen tradíció. Tehát ezért jók a sajtok is például, itt a szlovákoknál, cseheknél. Az mondjuk más kérdés, hogy most nem sikerült beleülnünk a jóba, de hogyha valaki a környéken jár, és mondjuk különlegességre vágyik, akkor arálom a murányi túlót. Vagy inkább úgy hívják, hogy murányi körözött, mert körözöttet csinálnak belőle, és az az igazán fincsi. Úgy érdemes egyébként keresni, ahogyha esetleg angolok keresik, hogy murányi wanted. Akkor újra futok egy kört a térképpel, mert ugye az előbb, mikor belekezdtem, akkor a néni nem engedte, mert abban a pillanatban hozta a kaját. Fiszti az előbb megjegyezte, hogy így lehet ide hívni, kitegedítjük a térképet, és akkor abban a pillanatban már jön is. Na, tehát az történt, hogy itt átjöttünk, itt a kis Mikovató, ebbe volt a csobbanás, aztán Vizestrét, most vagyunk Revúcán, és jövünk föl erre, itt még jön két falu, majd pedig jön Murány. Itt több felé is lehet menni, mi teszünk majd erre egy kitérőt, meg elvégben erre egy kitérőt, majd pedig fölmászunk ide a Jelikhágóra, és akkor innen átvágunk ezen a Rőcei hegységen, és akkor itt hát jó pár dolog lesz. Lesz kb. 5 hágó, majd pedig visszakeveredünk ide a tóhoz, Magnezitovcéhoz, és utána pedig jövünk Jelszavára, és aztán átmászunk a gerincen, Omulka gerincén, de ezúttal már a hegytetőn keresztül. Nagyjából ennyi van még hát a délutáni programból, és hát egy olyan 9 óránk lesz az egészre. Nem lesz könnyű feladat. Hát a sörhasam az rendesen kitölti a teret, de még mindig jobb a sörhas, mint a pizza hát. Na, akkor ezzel is megvolnánk. Csak annyit zárszunk én, mert egy bent kellett fizetni, hogy 11-ből megúsztuk. Na most Szlovákia árszínvonala az azért Magyarországihoz képest már magasabb jóval. Hát ha nem is jóval, de azért magasabb, maradjunk ennyiben. Itt viszont ezt gyakorlatilag szarért úgy érmegúztuk, hogy mi lehet ennek az oka. Most az, hogy ez Szlovákia viszonylagban is egy nagyon szegény környék, és az árok szerintem ahhoz vannak domulva. Nekiugrunk a maradéknak, ami mondjuk a túránknak úgy még a 70%-a, és van hozzá fél egy. Izgalmas lesz. Revúca egyébként a szlovák nemzeti függetlenség egyik fellegvára. Robbant ki itt már felkelés is. Úgyhogy az, hogy annak idején betiltották az iskolát, annak nyilvánvalóan volt oka. A városképre visszatérve, főleg úgy, hogy most tényleg ilyen nagyon ocsmány szociál blokkban megyünk. Említettem még az elején, hogy a klasszikus régi épületek együtt vannak ezekkel a, nem mondanám posztmodernnek, de ilyen, hát, szociál, talán az a legjobb szó, építményekkel. Ennek leginkább az volt az oka, hogy itt szétszórva vannak a klasszikus épületek, és a szocialista érába közéig szúrták ezeket, mint például itt ez is. Nálunk ugye ez nem volt ennyire jellemző, ezért nálunk a legtöbb városban megmaradt a belső régi mag, és a kültéri részeken voltak az új negyedek. Itt meg mondom, másképpen van. Ez Szlovákiában több helyen is jellemző. Itt van a városháza, látszik, hogy ez még szintén ilyen klasszikus épület, és ez még a mai napig is az. Ott szemben ott van a nagy piac, és érdekes még ez az épület itt a sarokba, hogyha már épületeket is nézegetünk. Ez nem más, mint a Károly ház. Ez 1860-as években épült, és már akkor vendéglőnek, és egyébként most is az.
rá kellene kapcsolnunk egy picit. Ez volt itt a városi múzeum, ami úgy tudom, hogy Andrássy ház volt előtte. Figyelj, mindenki, hogy a nagy szlovák tradicionális városban gyakorlatilag az összes épületnek magyar építetője, illetve gazdája volt. Nem megyünk be a temetőbe? Én még túl jó bőrbe vagyok ahhoz. Nem befeküdni gondoltam, hanem hogy vízér. Tudjon róla mindenki, hogy a temető az mindig jó vízbeszerzési forrás. A legtöbbször van. 10 km Murány északi irányba. A utoljára tekertünk, körülbelül egy órája, azért van változás, mégpedig az égi képben keresendő. Sajnos igencsak felszaporodtak a felhők, és ez az, amitől féltem, hogy délutánra, este felé akár még egy zápor is játszhat. Alacsony valószínűséggel mondtak persze első, de azt Magyarországra, itt a hegyekben meg bármi előfordulhat, ezt tudjuk. Mellettünk ez a hosszú gerincbar, ez a Revúca Highlandnek egy ilyen letörése, Rőcei Ratkó hegységnek a jobb oldala, a Murány völgy felé eső oldala, és a mi szempontunkból két dolog miatt érdekes. Hát egyrészt 2011-ben innen Revúca felől mi felmásztunk, hogyha valakit érdekel, Hegyi Túra Felvidéken címmel megtekinthető a Zseleznyik hágóra, és oda, ott most is leszünk, csak furcsa módon nem ebből az irányból, hanem majd a hegynek a másik oldala felől jövünk visszafelé. Ez most elég zavarosan hangzik, de maradjunk annyiba, hogy aki marad adásban, annak úgy is kiderül, hogy hogy. Muszáj rákapcsolnunk, beállunk szélárnyékba, és akkor majd váltásban tekerünk. Hogy van a váltás, kis testvére? Váltáska! Kisti közben folyamatosan méltatja a szlovák autósokat, hogy sokkal udvariasabbak, nem lökdösnek le, nem dudálgatnak. Én megmutatom, hogy szél azért van szépen, mégpedig hátszelünk van. Rendesen meleg is van, főleg ez a rám feszülő pólóban. Kéne egy kicsit adni, mint ahogy Husinak is itt mellettem, aki éppen elment. Vagyunk egy Murányi oldal befolyónál. Mikor legutoljára eljártam, akkor tévesen ezt a folyót húztam meg a kis magyar határnak, mert hogy idáig volt a 38-as határ is, hogy ebben a pillanatban jönnénk át Szlovákiába, így maradt volna. De ez nem teljesen így van, ugyanis Revúca is már a szlovákoknál maradt, vagy még inkább úgy mondom, a szlovákoknál maradt, és a határ pedig a 38-as, az itt húzódott fönt. Átvettem közben egy másodpercre a másik kamerát is, ugyanis most jó az útminőség, annyira nem rezeg, és lehet nyerekből is közelíteni. Ott tessék figyelni, István Pisti feje fölött. Ott van a cigánka, a királylány tyúcs. Cigánylány tyúcs, bocsánat! Közel 1000 méterrel, ott van a Murányi vár. Hát részben programunk lesz, nem megyünk fel most a várba, mert ez már nem fér bele. Meg voltunk is mellette, 2 évvel ezelőtt, mikor a kerékpártesztet csináltuk. Viszont említettem, hogy a Murány pikpártokat megnézzük. Az lesz a túránk legészakibb pontja. Ha itt balra betekintünk ott egészen, ott is látszik egy ciklás kanyon, az a Rozsdaszurdok, és ha időnkbe befér, akkor még az sem kizárt, hogy oda is teszünk egy kukucsot, majd meglátjuk. Még egy dolgot mutatok, ott tessék figyelni, ott bent azt a kis falucskát. Azt úgy hívják, hogy tábor. Tehát nem tévedés, szlovákul is tábor. De hogyha nehogy Isten valaki táborozni akar, akkor azt a helyet nagyon nem ajánlom. Ugyanis ez egy romszka oszáda. A volt Csehszlovákiában ugyanis nagy divat volt, hogy a cigányokat kitelepítették a városokból, falvakból, és ilyen külön tanyán laktak, és ez a szokás még mindig megvan. Az uniónak persze ez nem igazán tetszik, próbálnak is nyomást gyakorolni a két volt utódállamra, de sok erőrelépés a nyomon negyek felszámolásával kapcsolatban nem nagyon van. Murászka Dlha Lukában vagyunk, ez egy kis mini település, de az jól látszik, hogy templomból itt is kettő van, van egy gótikus, meg egy normál mezei evangélikus. Az oszlopokon ott figyelnek a hangszórók mindenhol, egyelőre meglepően csöndben vannak, remélem, hogy a szokásokat meg is tartják. Még mindig dívik a falu rádió, ez nem megy náluk ki a divatból. Miközben már reklámozzák a
Urányi várat, mutatom körbe, hogy a táj, az nekem nagyon tetszik. Van egy jobban alpesies jelleget ölt, és hogyha oda egészen előre tekintünk, akkor már jönnek a sziklás részek is. A Murány patak völgye, az majdnem 50 km hosszan kanyarog, leginkább észak-déli irányba. A folyócska tőlünk jobbra, ott fent a nyakban, Predna Hóra hágón ered, 790 méter magasan, és 50 kilométeres útján, itt ezen a völgyön megy lefelé, a Sajóba ömlik Joltónál. Ami viszont érdekes, hogy maga a völgy egy ártér, tehát igencsak termékeny, ehhez képest nem használják mezőgazdaságra, és régebben se használták, sokkal inkább iparosodott, illetve bányászati cselekmények folytak itt. Egyébként Csoltó előtt csinál egy kanyont, egy ilyen kis mini tordai hasadékot, csak gyalogjárható. Áttörött egy kisebb volt a hegységet, remek túra célpont, hogyha valaki arra jár. Miképpen ebben a pillanatban ne hegyményezte, hogy a vasúti átjárót miért gőzmozdonyokkal jelzik, pedig már 40 éve eltűntek a gőzmozdonyok, hát ebben van valami. Azt mondja, éppen most kiaváltam, hogy majd 40 évesek azok nem is láttak ilyet. Nem mindenben haladunk olyan gyorsan előre. Valamiben viszont nagyon. Én például most tudtam meg, hogy a mobiltelefonom kártyával bővíthető. Hát én nem tudom, hogy ez hogy működik, én megpróbáltam beletenni a tök alsót, de nem lep jobb tőle, és utána még az ásszal is kipróbáltam. Azzal sem működik. Mindjárt érkezünk Murányba. Itt a töltés mellett nekem van egy bejáratott szaróhelyem, csak mondom, de eddig még akárhányszor próbálkoztam, sosem sikerült kitolni. Haver azt mondta, lehet, hogy túltek benned a nemzeti tudat, és amit kihozol külföldre, azt haza is viszed. Ebben van valami. Még a szart se hagyom itt nekik. Itt van a Murányi Ipari Park. Elég zakkant formában, különben ez egy fűrésztelep, de hogyha már itt tartunk, akkor az ipari parkban nem csak egy gyár van, hanem rögtön kettő is. Azt hiszem talán valami kerámia gyár is van itt, természetesen inkább csak volt, ugyanis a szocializmusban a szlovákoknál az volt a divat, hogy ezek az istenhátomüti ilyen zsákfalvakba telepítettek valamilyen ilyen piszlicsári üzemet, ilyen helyi manufaktúrát, hogy foglalkoztatják az ittenieket. Hát például itt a szomszéd völgyön, Stózban, ami szintén egy ilyen hasonló istenhátomüti település, például késüzem volt. Vagyunk Murányba, hát különösebben nem egy említésre méltó hely, mondhatjuk azt, hogy felejthető hely, többször voltunk már. Igazándiból két dolog van, ami érdekes, építészeti szempontból van az a gótikus templom, a szembe pedig az 1800-ban épült klasszicista városház, ezt még egyébként a koburgok építették. Mi van? Le van zárva? Figyelj, attól még fölmegyünk, nem sokat kell, körülbelül egy kimcsit. Nem tudom, szerintem, figyelj, biztos, hogy valami természeti katasztrófa, 100%. Szerintem a hágót elvitte a víz, vagy nem értjük ezt különben, ezt a 300 métert, hogy 300 méterig van lezárva. És akkor utána hogy? Mint? Na mindegy, ez zavaros. Hát figyelj, bringával megyünk, aztán majd lesz valami. Itt van a fűrésztelep, úgyhogy akkor nagy valószínűséggel, amit az előbb láttunk az a gyár, akkor az lehetett a kerámia gyár, és a vasút idáig jön. Ez a Murányvölgyi vasút, ebbe kötötték be annak idején azt az alagutat, ugye nagy pénzen. Mint mondtam, azóta már ez a vasútvonal sem üzemel. Egyre izgalmasabban alakul a helyzet, újabb bejtető a stábla. Hát mi megyünk, Pisti, azért egy előnye azonnal van. Itt nem lesz autóforgalom,